Tehát mindjárt. A másik dolog az, hogy hosszan nem akarok beszélni, ilyen általános tájékoztatás. Tehát az egyik általános tájékoztatás, hogy nagyon kevés pénzről van az a mostani fesztivál, de nagyon sok szívvel, odaadással, tehetséggel, nem beszélve a helyekről, ami hát magasan is, mint a fákja. De például, ami pár évvel ezelőtt volt, hogy volt egy demonstrátor, aki végig kellett nézni, és megszólította néha a zsűrit, vagy az alkotókat, ez most nincs, ezek magunknak kell ezeket a szerepeket kiszolgálni. Tehát itt a zsűrinek jobban meg kell nyilvánulni, mint ami illendő, abból a szempontból, hogy végül is majd nekik később kell eldönteni, hogy tetszett. Most inkább csak beszélgetünk, vitatkozunk, elemezgetünk, kérdezünk. A másik dolog az, hogy tehát a hiányosságokat sorolom, hogy a műsorfüzetnek elég sok hiányossága van, tehát az alkotókról kevés szó esik benne, a közreműködőkről kevés szó, tehát aki egy-egy csoportot képvisel, kérem, hogy azon túl, hogy beszél arról, amit majd, amiről majd beszélünk, hogy mutassa be a csapatot, hogy a nevek is elhangozzanak, ez elég fontos lenne, hogy ez egy olyan hiányosság, amit megint a helyhiányra, vagy pénzhiányra kell, hogy mutassak, mert két évvel ezelőtt bebizonyítottuk, hogy tudunk műsorfüzetet csinálni, mint szerepelnek a közreműködők, tehát van erre bizonyíték, ez most ez csak egy jelzésértékű, pici angol szövegekkel, hogy hát ha ez az asszites világ és a nemzetközi emberek, akiknek majd ezeket a műsorokat eljutatjuk, hát bele tudnak lapozni, és mégis látják, hogy mi volt itt nálunk. A beszélgetésnek ez az online rész az azt mondja, hogy rögzítve van, tehát nem úszik el teljesen, hogyha van egy olyan gondolat, amit jutott hivatkozni lehet, vagy egyáltalán érdekes, akkor az megőrzésre méltó. És a Marci az, mint válogató természetesen hivatva van megvédeni egy produkciót, de tegnap nap úgy mutat, hogy nem kell megvédeni a produkciókat, tehát csak azért sem kell. A mai nap, de csak azt tudom mondani, hogy mi volt tegnap, tehát nem tudjuk formalizálni a dolgokat, mert minden nap más milyen lesz. Most például Marci itt van és elmondja, hogy mit igen, válogozott. Igen, én is itt voltam, csak aztán máshogy alakult az de nem kell, nem. Igen. Igen, nyilván. Viszont most azért kértem szót, és ugyanez lett volna tegnap, ha lett volna, hogy elmondhassam itt az elején azt, hogy azt, hogy amit eddig láttunk, és nem fogom tételesen mondani az összes előadást, mert valami egyszer csoportosítva a gondolatok mentén, de hogy amit eddig láttunk két nap alatt, azok szerintem miért volt fontos, hogy mit legyenek. Tehát miért felvettem be ezeket az előadásokat, csak mihez tartás, hogy 81 előadást néztem végig. Azok közül körülbelül az egyharmada, amit DVD-ről néztem. Ezt az élményt most is megkaptátok, aki nézte a filmet, és a Parincsában, hogy holnap tesz, azt hiszem, a Szegény Zsoni és Árnika szintén DVD-ről, veszett nehéz DVD-ről úgy nézni előadást, hogy az ember valahogy megpróbálja elképzelni azt, hogy egyébként ez hogy működhet élőben, nyilván nagyon más. Ennek ellenére van olyan előadás itt a fesztiválon, ami DVD alapján válogattam be, úgyhogy azért talán működik ez a fajta élmény is. Szóval 81 előadásból van itt ez az 22, azt hiszem, ami végül is ide jutott, és azt tudni kell, hogy egy csomó szempontnak kellett megfelelni, mire ez a végléső szám kialakul. Nem is akarom elmondani a szempontokat, meg magyarázkodni is, amit szeretnék. Azt mindenképpen elmondom, hogy nyilván ez a 22, ami itt van, ez nekem nagyon tetszett valamilyen szempontból. Hát, nyilván valamilyen módon megérintett az, amit láttam, és mindenféle szakmai szempontokon túl nyilván ez a legerősebb pontokat, amikor valaki válogat. És főleg akkor, amikor az a feladat áll előtte egyszer csak a pár hónapos munka végén, hogy akkor most mondd meg, hogy melyik lesz az X számú, ami végül is ide jöhet. Tehát az embernek így szaggatják a szívét, mert hál' Istennek a 81-ből igen sok olyan előadás volt, ami tulajdonképpen itt is lehetne. De mivel mindenféle egyéb szempontok felállítanak, ezt csak az embernek el kell kezdeni kirejtegetni előadásokat. Úgyhogy sok, ami nincs itt, az valószínűleg leginkább ezért nincs itt. És nagyon rosszat, igazán keveset láttam.
ugye volt egy, nem mondom meg, hogy melyik, hogy már érdekel, mert magánbeszélgetésbe szívesen, de volt példaértékűen rossz, amit azért volna érdemes talán nézni, mert hát, hogy az ember tudja, hogy van az országban olyan hely, ahol a gyerekeket, amikor elviszik, lehet, hogy egy évben csak egyszer színházban, egy csapatban, akkor azt látták. Hát ez ilyen, lehet, hogy erős, de büntetendő kategória. De ilyen is van. Mégis az a szerencse, hogy amiket láttam, a nagy része azért mégis azt hiszem, hogy vállalható, tehát nem olyan rossz a helyzet. Nem Magyarországon. Most csak azért veszem a kezembe a telefonomat, mert lesek. Igen. Az elmúlt két nap. A Pár utcai fiúk kapcsán mondom el azt, hogy, és tulajdonképpen az East Balkán kapcsán, ami két nagy színpadi produkció, hogy elég kevés volt a 81-ből a klasszikus nagy színpadi előadás. Nyilván azért is, mert ezeket már is a tanulóhoz aztán lejutottam, hogy nyilván azért is, mert gyerekeknek vagy fiataloknak színházat csinálni, valahogy az tűnik kedvesebbnek, meg azt tűnik célravezetőbbnek, hogyha a dolognak van valami indítása, meg közelsége, meg lehetőség arra, hogy az ember egész közelről tudjon szólni azokhoz, akiknek szól, vagy tudjon velük kommunikálni. És a klasszikus nagyszínpadi előadásokban ez igen kevés sikerült. És lehet, hogy nem véletlen, mint hogyha egyre kevésbé nyúlnám a gyerekszínezét, vagyisági előadások kapcsán a nagyszínpadhoz, legalábbis én ezt láttam, mint én. Viszont a Pár utcai fiúk arra egy nagyon jó példa, hogy mégiscsak lehet nagyon, nagyon jól működő, és mégis közelről megérintő nagy színpadi előadást csinálni, és az East Balkán meg végképp olyan. Tehát igen, hatalmas katarzis, ha valaki megnézi, ha valaki látta. Azért is, mert olyasmiről szól, amihez nagyon erősen közünk van, a korosztálynak, akinek szól nyilván azért, mert így húsba vágóan érinti őket. Akkor, ha idősebbek nézik, akkor elég sok mindent megtudhatnak erről a korosztályról, akik egy elég zárt világban. Szóval mindenképpen tanulságos. De a két előadás mindkét nagy színpadi előadásra tudott ide kerülni, és majd a Szegény Johnny és Árvik a harmadik, amit szintén ilyen holnap. Egyébként azt én is DVD-ről láttam. Nem. Azt mondjuk, hogy 70 percben van az egyből. Nem, ez két rész délután. Azt mondták, hogy nem. Nem, de egy órán visszaadom szó, csak egy közbevetőleges, egyrészt most megjöttek a franciák, akikkel ma kezdődött a műsor, és ez azért csak egy közbevetés, hogy végülis ez egy Aszites fesztivál. Az Aszites ugye a Gyermek és Ifjúsági Színházak világszervezete, és 2000-ben, amikor eszünkbe jutott, hogy csinálunk biennálét, akkor tulajdonképpen az volt az alapgondolat, hogy csak azt lehet nemzetközileg képviselni, ami magyar érték, és hogy ezeket a magyar értékeket fel tudjuk mutatni, és ezeket egy kicsit szakmailag is egymásnak megmutassuk, ezért kezdtük el a Kaposvári Biennálét. De az Aszites fesztiváloknak vannak előírásai. Például olyasmi, hogy 5 országból kell minimum részt venni, kell, hogy legyen kapcsolódó konferencia, kell, hogy legyenek kiállítások, tehát legalább 3-4 olyan járulékos rendezvény kéne, hogy legyen, ami ennek a kisugárzását erősíti maguk az előadások. Ez 2 évvel ezelőtt pompásan sikerült, tehát ott a színházpedagógus konferencia volt egy regionális nemzetközi konferencia, voltak kiadványok, és hát az egész úgy volt agyúszta, hogy azt országvilág előtt is vállalhatóan tudtuk mutatni. Most a 2 évvel ezelőttinek közel a 4. évből kellett megcsinálni ezt a fesztivált, de valahol a lelke rendben van a dolognak, tehát a
külföldi előadásokból nincs nagyon sok, de ami itt van, az mindenképpen érdekes, és ezért lenne fontos, hogy majd aztán, mikor a bevezetőn túl vagyunk, hogy a napi program elmesélését velük kezdjük, mert itt vannak, és fordítják nekik, amiket mi mondunk. Tehát ezzel kapcsolatban van gondolata azoknak, akik látták, akkor szeretném, ha az is elhangozna. És lesznek még értékes, nagyon érdekes külföldi előadások is. És valahogy ez a kontextus, amit mi elkezdtünk, és itt Magyarországon elkezdtünk, ez a nemzetközi háttér, ez egy kicsit kiszélesíti azokat a szándékokat, amik úgy gondolom, hogy itt minden alkotóban van, hogy magas színvonalon és értékes dolgokat csináljuk a magyar gyerekeknek. Visszaadom a szót. Köszönöm. Csak most itt megjelentek a franciák, és ezért gondoltam, hogy ezt egy ilyen általános bevezetésként fogadjátok el. Én már csak két gondolat néhány előadás kapcsán, és akkor be is fogom fejezni. Itt az egyik a Hüvelyk Maki, illetve a Szemen Szeretmes, ugye két mai olyan előadás, ami klasszikus mese feldolgozása. Lesz majd még ilyen, közé tartozik a Hamuti Tőke is. Ezek azért vannak itt, mert én mind a három előadást azt tartom, hogy nagyon, nagyon korszerű módon, nagyon egyéni módon, nagyon erős világgal úgy nyúlnak klasszikus meséhez, hogy az ember, hogy én úgy éreztem, hogy valahogy félre tudták söpörni azt a félszet, amivel klasszikus mesékhez egyre kevésbé mernek hozzájúlni, én úgy látom. Vagy pedig nagyon szerencsétlenül hozzá sok helyen ilyet is láttam, mondjuk éppen Grimm mesékhez. És mind a három ilyen előadás, ami nagyon üdítő módon, nagyon frissen tudott akár újat is kihozni ezekből a mesékből, ráadásul mindegyik tud olyan dolgokról is mesélni, vagy olyan dolgokat hangsúlyozni, ami azt hangsúlyozza a meséből, vagy azt emeli ki, ami az emberi tartalma, ami ma itt egy gyereket valahogy bele tud vonni a történetbe. És ez mindenképpen több annál, mint hogy szép díszletek, szép jelmezek, mesés világban klasszikusan tárol egy mesét. Úgyhogy ezek ezért voltak itt. És a másik, amit még szeretnék elmondani, az az Antigone és a Gubanc kapcsán, hogy egyrészt van egy korosztály, akik egyre, mondom egyre, van egy korosztály, akik talán legkevesebbet járnak színházba. Lehet, hogy nők is, lehet, hogy kötelező, amikor nagyon ritkán elmennek. És az ő megszólításukra azt gondolom, hogy mindenképpen érvényes út tud lenni az a fajta, ugye iskola színháznak nevezik, ami az Antigonéban látható. Amikor házhoz megy a színház, és valami olyan élményt ad a fiataloknak, amit nem is gondoltak, hogy ilyen élményt kaphatnak színháztól. És úgy gondoltam, hogy fontos, hogy konkrétan ez az előadás itt legyen Kaposváron. Milyen jó lett volna, vagy milyen jó lenne egy olyan fesztivál egyszer, ahol mondjuk az Antigone Kaposváron, nem tudom, egy csomó iskolában eljut, akár ez egy hét alatt. Most csak zárójelben mondom, hogy az előző fesztiválokon ezt a gondolatot ilyen fókuszprogramokban próbáltuk pótolni, tehát volt úgy, hogy versenyen kívül bemutattuk a Csecsemő Színházat, aztán versenyen kívül kezdtünk el ifjúsági színházat, aztán versenyen kívül jöttek az egyetemeknek az előadásai is, és hát bőven lett volna alkalom megtölteni tartalommal akár egy ilyen sorozatot is, de nagyon jó, hogy ezek így jelen vannak, nem tudjuk abban a gazdagságban bemutatni, mint ahogy szeretnénk. És a Google-t pedig azért volt óriási élmény, amikor láttam Pesten, mert hogy de azt gondolom, hogy a drámapedagógia mindenképpen egy olyan terület, meg egy olyan működés, ami meghatározó színházi élményhez is tudja jutatni sok egyéb mellett
az volt a gyerekek, akik részt vesznek a foglalkozáson. És, ez a másfél óra, két óra, ez úgy tudott nekem színházi élmény lenni a maga egészében, hogy közben nyilván tudom, hogy közben mivel foglalkozik a foglalkozás, mint a pedagógiai cél. Nem tudom, mit akar tanítani, hanem mivel akar foglalkozni. Játékok vannak benne, meg van szakítva, úgy, ahogy egy ilyen foglalkozás föl szokott épülni. Közben színházi jelenetek vannak, de mégis valahogy az egész úgy összeáll egy egészi, hogy én kívülről nézem, én egy színházi előadást látok tulajdonképpen, és azok a gyerekek is a szereplővé válnak. És nekem tudnak élményt adni, kívülről nézem. Mindenképpen egy olyan forma, ez olyan színházi forma, mert nyilván az, amire szükség van, mert megint csak olyan élményt tud adni, amit a klasszikus színház nem biztos, hogy mindenkinek megad. És még egy dolog a Pimpere és Akvariuska kapcsán, mert nyilván mindenféle vélemények az összes előadás kapcsán el fognak hangzani, de azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez az előadás is olyan szempontból érdekes többek között, hogy egy olyan korosztálynak szól, megint csak ez a 11-12 felső tagozatos társaság, akiknek nagyon kevés színházi előadás készül. És én azt gondoltam, hogy mivel volt egy ilyen kérés felém, hogy mindenféle korosztálynak szóló előadás legyen itt, ezért azon túl, hogy én nagyon szerettem azt az előadást a nyelve miatt is, a látványvilága miatt, a mozgás világa miatt, van egy nagyon erős szomorú hangulata az egésznek, ami rajtaról az egészen nem biztos, hogy a DVD-ről átjött. Nagyon komolyan megérinti pont ezt a kiskamasz társaságot, akiknek készült. Úgyhogy a Pimpere ezért lett beválogatva, és én nagyon sajnálom, hogy végül sem tudták eljátszani a kezdődények. Itt nem az anyagiakról van szó, az East Balkán, illetve a szegény Zsoli kapcsolatosan, hanem itt a színházás. Igen, és azt élőben meg tudnak? Igen, ezt élőben. Jó, és bocsánat, csak befejezem annyi, hogy természetesen, hogyha bárkiben olyan sűnyik merül fel, hogy adott előadás miért van itt, tehát kvázi meg kéne védeni egy előadást, akkor abszolút állok elébe. És elmondj, miért nincs itt, olyan nincs? Azt is lehet, azt mondja, hogy az arra nehezebb, éppen nem, arra nagyon könnyű választani, mert ez is jobban szerettem. De az, hogy valami miért van itt, vagy tehát, ha felmerülne az, hogy valamit meg kell védeni, tényleg állok elébe, viszont jó lenne, hogy ennek akkor találnánk majd egy olyan formát, vagy az, hogy itt rögtön most támadjatok le, akár az elmúlt két nappal kapcsolatban, vagy mindig a megbeszélés elején, mert nekem muszáj a kislányomat, ő még nem alszik el nélkülem, mert szoktatni kell. Hogy nekem le kell lépni. Nem tudok itt lenni és abban a pillanatban ugrani és megvédeni bárkit, amikor olyasmi hangzik el. Azért az érzékelhető ebből a hallgatást, hogy azért a fiatalabb nemzedékek vannak itt fókuszba állítva, tehát a rendező többsége az, nem tudom én, a fiatal rendező nemzedékbe tartozik. Igen. Ez így van, egyáltalán nem volt szándékom, tehát nem figyeltem erre. Ez így alakult. De tényleg nem tudok erre más mondani, ez tényleg így van, hogy én is látom. Lehet, hogy jön valami olyan közel hozzá. Tényleg fontos volt, hogy érjünk meg egy előadás. És ez jó, most persze, és ez visszatérünk még erre, csak nekem most az a udvariatlan feladatom van, sok más udvariatlanság mellett, hogy elkezdjem egy kicsit hajtani dolgokat. Tehát
a külföldiekről, mert azt szeretném, hogy a naplót szerint lennék végig a dolgon. Egyrészt nagy szeretettel köszöntöm a francia vendégeket, akik itt vannak, és köszönöm, hogy eljöttek a beszélgetésre is. Annyit a meghívások történetéről, hogy a Lenkának egy véletlen szeszélye folytán tudtunk egy ilyen maradvány pénzből külföldi csoportokat meghívni. És a Vidocki Gyuri látta őket Malmöbe a Világfesztiválon, és annak alapján, amit ő látott, ez a produkció így került meghívásra, tehát ez is válogatva volt, azon a speciális módon, hogy ha valamit láttunk, vagy valamit ismertünk, azokból próbáltuk az értékesebb produkciókat így rövid idő alatt idejönni Kaposvárra. És én, aki itt lettem először, engem elvarázsolt, és egészen fantasztikusan eredeti, és egy új dolog volt. Úgyhogy nagyon köszönöm a Vidocskinek így a táborban is, hogy ezt nekünk ide, ezt a csemmégét elhozta. Te fordítod? Igen, bevállalkozom. Annyit meg lehet kérdezni, hogy milyennek az előadásnak a te minden napitár köznapi értelme, mert hogy fesztiválokon szerepel az. Ez nyilvánvaló, de hogy játsszák ezt rendszeresen, vagy készült valami színházba, vagy kifejezetten fesztiválokra készült, vagy? Tehát, hogy mi a hétköznapi életben is a rossz esetben? C'est un spectacle qui a beaucoup tourné, il a tourné 300 fois. Sokat játszották ezt a darabot, 300 darab is többször. Dans un rythme très soutenu sur les dernières 3 ans. Az elmúlt 3 évben rendetegszer játszották, elég éveses ritmusban. On joue ce spectacle à partir de 8 ans en France. Franciaországban 8 éves kortól fogva játszák, tehát 8 éves korosztálynak. On joue peut-être deux tiers pour un public vraiment des écoles qui viennent, des classes, et un tiers pour le tout. Egy harmad mindenkinek, és több a két harmad, ami az iskolai keretet illeti. Tehát iskolában. Azt kérdezi, hogy válaszolt-e a kérdésre. Hogy nem? Igen. Peut-être si pour cette question, si c'est à partir de 8 ans, ceux qui se demandent si c'est adapté pour les jeunes, parce qu'il y a des adultes qui des fois se posent cette question. Tehát, hogy az volt el a kérdés, hogy be tudja fogadni ez a korosztály. Nem, az volt a kérdés, hogy van-e olyan rendszeres, amikor ilyen hétköznapi közönséggel találkozunk? Vagy még egyszer, hogy van egy célzott korosztály. Tehát, hogy ami a kérdésben inkább elhangzott, hogy ez ilyen fesztivál darab, hogy általában mint egy fantasztikus produkció, vagy van egy kifejezetten egy célzott korosztály, akinek ezt szállták volna? Ez volt a kérdésnek a lényeg által, hogy igen. Mert itt kiskamaszok nézték, és itt bizonyos szélsőséges megjelenítési formán itt a kamaszok elvihoráztak, és nagyon meglepte őket. És általában a formulai szélsőséges meglepetések valami egészen magas rendű virtuózítása, és nagyon nagy színészi erővel lettek megjelenítve. És tulajdonképpen ez számunkra is meglepetés volt, hogy egyrészt a szélsőségeknek ez a bátor felvállalása, és most majd egy gondolat, igen, tehát nem csak elvesztem a fogat. Jó, persze. Donc c'était un peu une cage de son bien fondé. La pour eux, c'était quelque chose d'indéné. Par le mot, par le projet. Comment ça se passe en France? Et nous avons tenu la France au sein de la France. Bon, Je pense que c'est un peu déjà, effectivement,
effectivement, on fait un théâtre assez original. Donc, effectivement, les gens sont aussi les enfants comme les adultes. És felnőtt gyerekeknél meg tudnak tudni. Ah, én bien content de ça. És ettől mondjuk elég elégedettek is van. Généralement, c'est une partie du plaisir que les gens ont à voir ce spectacle, d'être surpris par les images. És az, az jó érzéssel tölti az önnek, hogy tehát része a játék örömének, hogy a nézők megint közel, mintől a gyerekekkel mindenkinek. Et pour les tranches d'âge, on a vraiment travaillé sur différents niveaux de lecture, tu vois ce que ça veut dire? Différents niveaux de lecture, et c'est marrant parce que c'est reçu très différemment selon les âges. Les adultes ne font pas du tout les mêmes choses, et c'est vraiment un trajet différent de le spectacle pour chaque âge. Hogy különböző olvasatokat tegyen lehetővé, tehát a felnőttek egészen szerintem legyünk egészen konkrét, tehát én szeretnék egészen konkrétan itt, tehát hogy eredeti színház sok mellettő van benne, sok írtos dolog van benne. Donc, c'est un théâtre original, János az diktolgot vagyok. De hogy itt a János említette, hogy alapvetően kiskamaszok. Láttak ezt az ötletet? Igen, 9-10 fölött, igen. És hogy ugye van itt, donc c'est ici, c'est des choses. És ugye van egy nagyon kényes pontja ennek az előadásnak. Nevezetesen, amikor a nagymama a felmordász, úgyhogy a szája a végrenyílással azonos, és a kiskamaszokban ezekben nagyon természetes asszociációkat kell, és talán nem feltétlenül a színházi virtuózitást fogják, hanem azokat a pajzán, vagy nem is tudom, hogy ezt szóval mondani. Le metteur en scène Schoenbein, elle dit je travaille jusqu'au point de provocation. Tulajdonképpen lenne egy kérdésem, hogy ez egy mennyire összeszokott csapat, tehát erre az egy produkcióra álltak össze, tehát hogy a világítás, a design, a mozgások, tehát ez egy nagyon-nagyon kontrollált és nagyon magas színvonalon kidolgozott előadás, ez mennyire összeszokott csapat, vagy mennyire az előadásra állt össze? Quelle manière c'est notre équipe, c'est une équipe régulière qui travaille toujours ensemble, parce qu'il y avait une telle précision sur les plans, sur les décors, que ou bien ça sonne une poussette, c'est pour ça que vous êtes en fait, on s'est rencontré jusqu'à ce spectacle-là, mais on poursuit sur une nouvelle création, sur la petite sirène. Tehát, hogy erre az előadás, ezzel az előadással jöttek össze, és jön egy következő, ez pedig a kis szirén című következő és ez a csapat, talán mondani se kell, rögtön összeszokott és elég, és jól működött. És surtout, on a pris beaucoup de temps pour créer ce spectacle. Sok időt is lett igényben, hogy ez az előadás megvizsgálódjon. Ennyi. On a eu une bourse de recherche. Volt egy kutatói ösztöndíjuk. On a fait à peu près 4-5 fois plus de marionettes qu'il y a sur scène. Négyszer-ötször több, tehát voltak bárkísérletek, amik végül is megvannak, tehát hogy ennél sokkal több készült el. Donc ce temps, il nous a permis de vraiment chercher. És hogy c'était combien de temps? Un an et demi. Egy és fél évvel dolgoztak rajta. Látszik ez a művesség és a cseszőnök. És a hatásoknak ez a nagyon fontos és magas színvonalú végrehajtás, sőt, elművelő volt. Azzal együtt, hogy a szélsőségekkel mi is szembesültünk. On a vu qu'il y a une espèce de difficulté dans la chose, en précision aussi. Végis a színházat, ez az alapvető hatás, hogy ismerős dolgokat lássunk és meglepetéseket, ez az előadás egy ismerős mesét tele meglepetésekkel tudott prezentálni nekünk. Ez a spektákulum.
lui, c'était une rencontre connue, mais la proposition que dans le Nassau, on s'était montré une Nassau. Mmh. Oui. Edith. Est-ce que c'est Nicolas Edith? Merci d'être venu. Ah, bah, merci à vous. Merci. Par contre, il faut que vous ayez un programme, mais c'est egy ilyen általános és udvarias kérdés, hogy láttak-e valamit, vagy van-e valami érzésük, mert ez egy ilyen spórolós fesztivál, de nagyon itt van a szakmának az a új generációk, itt a gyerekszínház jövőjét és a jelenét is megjelenítik. Tehát, hogy találkoztak-e valamivel ebben a két napban? Ez közepén, de sajnos kérdők látták, és sajnos kérdők. Juste hier, on a pu voir le théâtre de Marionnette de Budapest. Tegnap Budapestben azt mondom, hogy igen, hogy lássák. És hol van, túl vannak a dolgokból, és hol van túl, nézik mindenket, minden pénzben. Köszönjük szépen, akkor most folytatjuk a magyar programmal. És köszönjük. Abban a szerepében már részem, hogy másodszor láttam már ezt az előadást, és tulajdonképpen szerintem egy kicsit jobban működött most az előadás, mint amikor először láttam, bár először is nagyon tetszett. Tehát annyit személyes megjegyzésként el kell mondanom, hogy a három gyermekem minden nap szabad a előadásokról és a két nap előadásairól, tehát a két nap alapján a szemen szedett mese vezeti a toplistát most a fesztiválban, legalábbis a 8 év alatti korosztályban. 8 év alatti korosztályban. Következő, tehát hogy ha akár ugye itt a Harangi Marcsi említett, hogy ez is a klasszikus mesék mai feldolgozása címszó alá tartozik, ott kezdődik szerintem ennek, hogy nem tudom, hogy kezdődik ennek az előadásnak a története, ennek egyébként szerintem ennek az előadásnak a történetében az Ellenfény online-on lehet olvasni egyébként. És minden lehet olvasni, hogy hogyan miért, miképp született ez az előadás. Én a saját nézői olvasatomat mondom erről az előadásról. Szerintem ott kezdődik ez az előadás, hogy van egy nagyon jó szöveg, amit a Gimesi Dóra írt, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb szövege, hanem a legjobb szövege, mert a dramaturgiai képességeiről, tehát hogy tudja átigazítani, vagy értelmesíteni a Kusza meséket, erről már több produkcióban meg lehetett győződni, de én tulajdonképpen most lehet, hogy tévedek, és a Tengely Gábor nincs itt, aki nagyokat nevetett az előadáson, és biztos minden szövegedet ismeri, de hogy tulajdonképpen én szövegként is ezt tartottam eddig a legszellemesebbnek, amiben a meg úgy tűnik, hogy ma divatba jött megint a verses mese, mert ma három verses mesét olvastunk, ami versben van, vagy láttunk, igen, láttunk. Nekem ezt tetszett a legjobban, és itt éreztem leginkább indokolnak az, hogy ez versben van írva, itt éreztem, hogy maga a versnek, a rímnek is poénos hatása van. És ugye azért kezdtem azzal, hogy a 8 év alatti korosztályban ez az előadás vezet, mert van ennek az előadásnak ugye egy kényes pontja. Már a szöveggel kezdődik, hogy ez tele van ilyen felnőttes allúziókkal, magyar költői lírai hagyományra való utalásokkal, rájátszásokkal, és így tovább. Meg az az egész, ami itt a piszok a földnek a köldökén, ugye rögtön az ember tudja, hogy Magyarországról van szó, meg a mai Magyarországról, és hogy azért hivatkozom a 8 év alatti korosztálynak, mert ez egyáltalán nem azt a felnőttekre rákacsintunk, mint közönség, hogy hagy röhögjenek a felnőttek, meg a Tengely Gábor, és akkor tulajdonképpen a gyerekek is mennek az előadással együtt, hanem hogy ez mind szöveg és mind mese nagyon jól követhető a gyerekek számára,
és közben pedig a felnőttek is tudják értelmezni, hogy ebben a klasszikus történetben, ami egyébként határozottan át van igazítva, különösen a vége felé, abban hogyan lehet azokra a mechanizmusokra ráismerni, ami egyébként, tehát ez a fesztiválnak, vagy a válogatásnak a dicséretére legyen mondva, hogy egy olyan színházi fesztivált látunk, ami tulajdonképpen teljesen a mai valóságunkról szól. Ez az előadás is nagyon határozottan ezt fölvállalja. De úgy, hogy egyáltalán nem zavar, viszont arról, amiről több előadás beszél, van általán gyermekeitől kezdve nem tudni, hogy meddig a tudvancig is fogunk beszélni. Tehát tulajdonképpen az előítéletek működése, az, hogy nem a másikat látjuk, hanem a másikról kialakult képzeteket, stb. Ez hogyan dönt rombon mondjuk egy országot, amit a végén nagyon szép nem, hogy benne van, ugye egymás szemét kaparták ki, inkább, mint hogy inkább menjen tönkre az ország, mint hogy a másiknak legyen igaza, valami ilyesmi volt. Itt nem tudom pontosan idézni a verset határozottan. Tehát ott kezdődik, hogy ez egy jó szöveg, ez egy értelmes történet, ami ma szól valamiről, és közben a gyerek számára is követhető. Ott folytatódik, hogy... Tényleg tartalmi, nem akarok megszakítani, igen. Csak azt szeretném, hogy stábot bemutatnátok, mert ugye nincs műsorban, tehát a design, a zene, ezekről, hogy ki csinálta, mert most a Dóra meg lehet szólni. Nem, csak hogy ez... Kérdez, mi lehet volna, és nem beszélni, csak ezt még ha elmondanátok, hogy kérem, hogy mindenki a saját stábját mutassa be. Hogy miért beszélgetni kezdünk, hogy ne csak úgy általában mondjuk, hogy milyen jó a design, milyen jó a zene, hanem esetleg egy neveket is tudjunk kapcsolni hozzá. Akkor én tőletek szólt, hogy mondjam el, Barka Kis Vita vagyok, az író Pimesi Dóra, idéz kollégám Hannes Zoli, a zenét pedig Vakos Árpád írta, a szabadkai zeneszerző, én terveztem. Szép. A zene is, és nagyon szép. És terveztem is. Igen, nagyon szép. Igen, hát akkor nem is mondok többet, szerintem jó ez a tér, amit működik, nagyon szépek a bábok, különösen a kecske, elragadó, de a többiek is. Ugye itt tulajdonképpen egy dologról kellene beszélni, ami esetleg kérdés lehet, hogy és ezt tegnap mondjuk a Nátán kapcsán pedzegettem, én mondom, hogy alapvetően két egészen másfajta színészi habitus van benne ebben az előadásban. Tehát van egy nagy játékos, a Hannus Zoli, aki tulajdonképpen mindent eljátszik, mindent értelmez, mindent így úgy a hangjával, mozdulataival, ez most jó értelemben viccessé tesz, tehát hogy azon a határon billeg, amikor azt kérdezi az ember, hogy ez mikor sok, és van egy másik színész, aki tulajdonképpen inkább a kevésben, tehát aki nem ezt a színészetet célozza meg, és nekem az utat eszembe, hogy ez egyébként meg ezek a párosok milyen jól működnek a mai gyerekszínházban, tehát a Pillári Vajda Zsuzsától kezdve, amikor a férfi hozza a nem tudom én micsodáját, a másik hát a vicceségét, az elmentalitását, az energiáit, a másik meg ott van, mint biztos támpont, ami az állandó pontosságot jelent az előadásban. Vagy ugyanezt képviselik az irámolék ketten, ami megint csak más, ott van egy nagy vásári játékos, és van, aki meg biztonságot és támasztékot jelent, hogy az előadás egyébként ne szálljon el arra, amerre egyébként ezek a játékenergiák mindig, hogyha nem lennének kordában tartva. De egyébként egy dolgot nem tudok, de hát ez szerintem, hogy ez hogy lehet rendezőként és színészként tulajdonképpen egyszerű képviselni. Van szerintem úgy, hogy ugyanezt a magatartást lehet kint is, meg bent is képviselni, hogy helyén legyenek a dolgok, és miközben menjenek a... Mert hogy valaki azt kérdezte ennek az előadásnak a kapcsán, hogy nem teljesen más minőségű ez a két szereplő, akit a színpadon van, és én meg pont azt éreztem, hogy nagyon jól egészítik ki ők egymást ketten ebben a játékban. Tehát hogy pont egy összhatást tud összeadni ez a kétfajta játék, tudom így megoldni. De lehet, hogy tévedtem, mert nem igaz, amit mondok, és de erről talán lehet vitatkozni egy kicsit. Tehát
Tehát szigorúan mondtad, hogy máshol nem lehet kérdéseket. De hogy is másról kapcsolatok, csak erről a témáról azért nekem volna egy kérdésem, nem tudom, mennyien ismeritek igazából az eredeti mesét, de én speciál nem. Tehát az első kérdésem az, hogy mivel a Jancsi mutatta, hogy változott a mesének a második felé. Hát én analóg meséket mondtam, nem tudom, hogy ez honnan ez a kérdés. Nem pontosan. Nagyon. De meséljétek, ha megkérdettem, hogy mi az eredeti vége, vagy? Tehát ugye ennek van egy csomó változata ennek a meseritusnak, és mi a Grimm félét választottuk, és ott az történik, hogy amikor megérkezik a királyfi, akkor... Mert egyszerűen nem volt színházi a vége. Az van, hogy ő teljesen leválik, itt is leválik egy mesről, azért ez a képen is elsőbb váratlanul van fel, de ott annyira több váratlan az az egész, hogy... Igen, mert amikor elpusztítják a kecskét, akkor ugyanúgy eltemetődik a kecske maradéka, csak az egy annyira ki, és az a teremnek, és akkor a királyfiért folyó harcban a nővérek kimászik fel az aranyra, amelyet elsőre vigyázni. Igen, és egyik segítve leszedni, és aztán a kicsidős nő nyilvánvalóan leszedni, és a... Tehát, hogy ott azzal már nem foglalkoznak, hogy a királyfinak hány szeme van, meg hogy ez fontos, egyáltalán már ez nem fontos. Mégis a gyerekeket egy olyan pozitív irányba tereli, hogy egy két szemű találnak, akkor már jó úton van. Erről beszéltünk, hogy van, mert én követettem, hogy azért van itt két etap, ami egy kicsit zavar ebben a mesében. Nem az előadásokban. Az, hogy ugye gyönyörűen felvetődik egy problémát. Három és két szeműek, ugyanúgy találkozhatnak a két szeműek. Ez egy nagyon szépen felvetett probléma, ami mellett aztán a mese vége elmegy, mert azt mondta nekem, hogy majd én megmondtam az én két szemümet, és akkor mindenki megőrizte saját identitását, magyar alázatot is itt volt idóba, háromszeművel, ez benne van egyrészt a mese. A másik, ami legalábbis a hogyan a másik fele az, hogy tehát majd egy kecske sírja és az öröklés meg volt, tehát senki nem dolgozik. Ez pártek. Tehát, hogy akkor ebben a mesében, de szavar, hogy hozzá lehet jutni. Tehát nem arról szó, hogy aki nem tud bőrizni, arra a nyamát leszedni, fogalmam sincs, hogy valamit csinálna, az jut elnyugalóhoz, hanem aki ügyesen hagyom neki a kecskét, vagy nem tudom, ilyen gondozva a sírját, annak jobb lesz. Tehát ez a két apróság, hogyha beszélgetnék én a kisgyerekeimmel, hogy hogy is van ez a, hogy mit is mesél igazából ez a sok szemű. Történet, akkor zavarba lennék a beszélgetés. De bizonyára egyedül úgy, hogy ez a sok szemű. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az orosz mesékben még kevesebbet dolgoznak, hogy csak fekszenek. Az orosz mesékben megkeresik a hőst, és az, aki a legkevesebbet dolgozik, az lesz a cár. Igen, itt olvasd ki, hogy is megbocsánat. Ez már dolgozik, ez is egy ilyen főző nővéreinek, akik én akarják beszélni. Egy ország, egy kecskéből van. De az ott a vége? Az már egy kicsi ország. Nem a 47.000 forintból, a kecskével. Úgy van, a 22.000-ből is ki lehet tűnni. A kecskével használják. Most már kilencsolítjuk. Ott eljel nézze a folyó kecskével. És kivel ez ki lehet is vajon. Ott eljel nézze a folyó kecskével. Szoktak egyáltalán dolgozni a lesét? Kapadod meg a lányomat, hogyha a reggelre bevetted a földet, arra 7 pár csizmár, 7 pár kapcsolat, 7 pár csizmár, 7 pár valós, 7 fejű sárkány, tehát effektíve ott mellózni kell. Az adott szükségben. Van az a típusú, mert már lány kell, és vannak azok a típusok, ahol meg jó lelkűnek kell lenni, és megosztani. Hát az olyan, mint a valóság. Mondom, az igen, de most ezt szerintem teljesen igazságtalan és félrevisz, mert van, tehát, hogy van egy fikció, amit, és szerintem ez egy fontos szempont, és más történetek kapcsán is föl lehet venni, hogy föl lehet egy fikciót a
vagy egy kontextust, egy minek nevezünk, és ahhoz következetes tud. Szerintem ebben a történetben következetes tud. Épp azért van értelme az átírásnak, hogy következetes maradjon ez a saját belső világhoz. Van, ahol meg nem következetes. És én ezt egyáltalán éreztem, hogy ebben a következetlenség. Azért, bocsánat, ha már opponálunk, mert itt nem egy egyedül maradjon a Péter, tehát egy ilyen generáció beszóljon itt a nyugdíj felől. Tehát azt gondolom, hogy azért a mese átírásoknál felmerülhet egy szempont, hogy ezt a Betelehem hosszú tanulmányokban próbálja magyarázni, hogy miért pont ebben a változatban maradt meg több száz éven egy-egy bizonyos mesetípus. Hogy ennek valami oka van, és amikor ezt fölforgatjuk és szem előtt élesztjük, esetleg a mesének azt a mélyebb értelmét veszítjük el, amiről az tényleg szól. Az nem jó lelkűségekre szólnak a mesék, hanem férfi-női problémákról, és általánosságban olyan szerintem, tehát ez a nem a jó bácsik és jó nénik és a jó elnyeri méltó, hanem annál sokkal több, tehát reményt ad, hogy érdemes fölnélni, hogy érdemes nővé változni, hogy érdemes férfivé változni. Tehát nem véletlenül őrizték meg ezeket a sokak számára zavaros és értetetlen struktúráikat, mert valami mélyebb dolgot orvosolnak általában a mesék, azért maradtak fönn több száz éven vagy ezer éven keresztül. És amikor ebbe belenyúlunk, bármilyen aktualizálást, tehát hogy most ráismerünk Magyarországon és a napi politikával, azonnal találunk rengeteg összecsengést, ahol ne tévesszük, ezt csak mondom, ne tévesszük el azt a mélyebb értelmét, ami miatt ezeket a meséket érdemes elmesélni. Tehát ez csak így. Nem, csak azért mondom, hogy az a struktúra, meg ez a kontextus, amit te most mondasz, az ebben a mesében tényleg kerek és eljut valahonnan valóvá, de azért, mint egy szempontot szeretném, hogyha úgy eszükbe jutna, hogy azért a meséknek van egy alapvető struktúrája, ami lehet, hogy a napi politikára nem azonnal megfeleltethető, de talán mélyebb és távlatosabb. Tehát ezt nem is kéne tekinteni mesefajtók, hogy vettek egy ötletet. És ez egy önálló darab, így van. Páratlan szem, meg páros szem, és a többit már nem törődtek a számtalan mesevariáció. Azt tényleg egy fontosnak gondolom, hogy a Betelehem azokra a mesékről ír, amelyek nem véletlenül lettek klasszikusok. Tehát amelyeket sokan... Ezek a Grimm mesékről szól, által az ég. Az összes meséről szól. Hát nem dolgozza fel az összeset, de azt mondja, hogy azért maradtak ezek így fel. Mivel van rengeteg olyan mese, amit kevesebbszer dolgoztak fel, kevesebben mesélnek. Egész egyszerűen, tehát vannak olyan mesék a viszonylag vastag Grimm kötetben, amelyek nem véletlenül kevésbé ismernek egyszerűen. Ennek a mesének iszonyatosan jó az alapfelvetése, azt gondolom, és aztán a története pedig különböző motivumok egymásra halmozásából áll. Dóra, igazad van, de az, hogy nem kevésbé vagy jobban ismertek, ez se felvethető, mert a Grimm mese az egy fölgyűjtött népmese gyűjtemény azokból a mesékből, amik általában mondottak voltak, és nem. Az, hogy ma éppen melyik népszerű, az azon is múlik, hogy az Arany László, vagy nem tudom, a gyűjteményekből miket válogatott ki, de alapvetően ezek nem voltak versenyben, és ma sincsenek. Tehát nem lehet őket rangsorolni az szerint, hogy jobban ismertek, vagy kevésbé ismertek, azt szerint lehet, hogy ma melyik népszerű. De az a saját idejükben ezek egyenrangúak voltak, mint hogy egyenrangú mesegyűjtemények ezek a körülbelül mindenben a korszakban született, tehát 1700-as, 1800-as években gyűjtötték fel a japán népmeséket, ugyanúgy a több ezer éves japán népmeséket is, mint a Grimm meséket is, és körülbelül ennek a kornak a lenyomatai. De ez máshol vezet. Ez egy önálló darab volt, ennek van elejé közepe, és használtam a kimumokat is érzik. De lehet, szerintem ez termékeny. Termékeny lehet, ha valaki ezen elgondolkozik. Ha nem, akkor csak raboljuk az időt. Menjünk tovább. Más nem akarok? Ja. Nem, tényleg, János. Nagyon szerettem mind a két játékos, és elmondtam nekik, hogy szerintem mondom. Ez egy egyetértettel, amit mondtál, és kíváncsi lennék a Dórának a dolgaira, amit el szeretek volna mondani, de te mondjuk. De miről érte szerint a Jánosnak, amit mondtál? Amit te mondtál, az a értedet, amit te mondtál is. Ó, ez nagyon jó, hogy is kapattam. Jó.
és a Dórájára, amit kíváncsi lettem volna. De nem mondod a Dóra most, vagy nem mondod? Kicsit hosszú és messzire vezet az, hogy a mesemetik, hogyan vándorolnak a világban, hogyan akadnak össze. Hát akár a konferenciát is. Igen, mert erről lehet egy konferenciát, hogy vannak mesék, ahol rövidusabban kapcsolódnak motivónk egymáshoz, vannak mesék, ahol kevésbé rövidusan. De ezt szerintem nagyon sokan gyermeknek így, hogy ezzel foglalkoztok. Úgyhogy, tehát igen, erről lehetne egy konferenciát foganatosítani, hogy ebben például mennyi a hangfüggőke történet, mert az is van benne, mennyi a, nem tudom, tehát nagyon-nagyon sokféle történet motivumai futtak össze ebben a filmmesében, és azt gondoltuk, hogy egy csomó motivum pedig úgy van benne, hogy az, tehát hogy azon mi is csináltunk ebben a saját házatban. Hogyha ez túl bátor, vagy most Nem volt ilyen felvetés. Jó. Dicsérte. Én jól értettem, hogy te arról beszéltél, hogy mi lehet a mesékészítésnek a célja. És nem feltétlenül erre az előadásra utaltál, hanem általánosságban. És te is erről beszéltem, amikor azt mondtad, hogy a felnőtt is találja benne a maga motivumait és a maga értelmezését, és megtalálják bennük a gyerekek is a maguk értelmezését. Nem akarok többet mondani, csak én ezt vettem ki ezekről a mondatokból, nem láttam elnézést az előadást, azért nem akarok többet mondani, és valamilyen szinten, de te is ezt erre kérdeztél el. Két mondatot megkockáztatok, mint ugye a hallgatva benneteket, tehát értőbb, sokkal több mondatot elmondani bíró emberek vagytok, és csak hogy talán az is tanulságos, hogy hogyan érti félre az ember, mert azt vettem ki, hogy én valószínűleg félreértettem. Tehát, hogy röviden összefoglalva, én azzal a tanulsággal jöttem ki, hogy kezdődik egy mese azzal, hogy szar dolog páros szeműnek lenni, és azzal jöttem ki a történetből félreértve nyilván, hogy na mostantól a páratlan szemüvek rábasztak. és valahol elvétettem a fonalat, gondolom, mert itt mindenki jó ember, és biztos nem így gondol. Hát az is egy rábaszás. A dinoszauruszok se örültek, tehát nem tudjuk, hogy mit gondoltak, mikor kihaltak. Na de hát... Következő, hogy nem természetes, mert mi történik? Tehát, hogy ebben a mesében is megjelenik a gonosz, megjelenik az előítélet, megjelenik az ártó elő, és minden mesében megkapja maga méltó bűnbűnését. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy páratlan szemüveknek áll a világ, és a szimmetrikus szemüveknek annyi, és kiderül, hogy mégiscsak helyezett kell a világ tengerje, és mégiscsak valami egyensúly teremtődik benne szerintem. Normálisan ez történik egy mesében. Most. De a kecskegyilkosnak jár a büntetés, ezek meg megölték a kecskét. Pontos. Gyerekek ott csiratták. Igen, a hangfüggőkkel madarat szépen megsütötték. Elvezetni akarok. És így az a szájukba ez a sűzben a repül. Amit én elkezdtem, és az amilyen sima kötekedésnek volt, és most már lassan az is lett, de nem annak készül. Tehát az valami egy gondolat csíra, ami arról szól, hogy ugye a meséknek van egy klasszikus formája, de már abban a pillanatban, ha ezt bármilyen formában színpadra rakjuk, az egy adaptáció lesz, ott dönteni kell, hangsúlyokat kell letenni, föl kell öltöztetni, dramatizálni kell, szenikát kitalálni hozzá. Tehát mindenképpen az olvasott és abból a mesehelyzetben, ahogy ezek működnek és a legjobb tulajdonságokat kifejtik, át kell tenni egy másikba, és nagyon gyakran fennáll az a veszély, hogy ha bizonyos patronokat, tehát kiszínezzük ezeket a szövegeket, akkor valami nagyon nagy vacakság születik. Tehát ez nem ennek kapcsán mondom, csak a mesék dramatizálása, vagy rövid egy mese ahhoz, hogy kitöltsön egy időt, akkor azt lehítani kell, akkor telenyomjuk karakterekkel, akkor van egy kis vicces zene, van egy pár vicces beszólás, és akkor még mindig a mese lényege úgy múlik el, hogy tulajdonképpen hiába hivatkoztunk Grimmre vagy bármelyik másik klasszikusra,
az, amiért ezek a mesék megszülettek, és amik igazi értéket jelentenek, nem jutnak el a színpadig, hanem valami egészen más születik meg. Tehát mindenképpen az adaptációnak döntenie kell, hogy ezekből a hangsúlyokat, vagy ezekből a mitológiákból mi az, amit ő aktuálisnak érez, valami örökemberit keres. Az igazságot, meg az igazságtevést én persze egyensúlyba kell lenni, és le kell győzni a gonoszt, és győzzön a jó, és érdemes legyen fölnőni, tehát az muszáj, hogy minden mesének ez az üzenete legyen, tehát amelyik azt sugallja, hogy nem érdemes fölnőni, az már nem mese. Tehát a mesének kell ez az üzenete legyen, hogy érdemes fölnőni, de hogy a színpadra állítása a klasszikus meséknek rengeteg útvesztőt és rengeteg utat jelent. Ja, a lényeg, hogy nincs egy igaz út. Na, tehát nem lehet azt mondani, hogy így kell, vagy nem így kell, és éppen ezért érdemes rácsálódni akár ennek kapcsán is, vagy egy másik adaptáció kapcsán is, akár elágazva a színpadi adaptációtól, az alapkérdésről, hogy a klasszikus mese, amit várnak, tehát jön az óvon, és milyen mese megy. Tehát ha az ember nem tudja bemondani színházvezetőként, hogy ez most valamilyen mese, akkor hát köszönjük, akkor már gyanakváns van. Tehát egy mese az egy jó belépő, mert az megnyugtatja a felnőtteket, hogy itt valami gyermekek számára értelmes dolog születik, és nem mindig születik értelmes dolog. És nagyon ritkán születik értelmes dolog, pont. Még annyit szeretném mondani, hogy szerintem azért érdemes lenne egy kicsit az előadás erényeiből is beszélgetni, tehát mondjuk arról a gondosságról és pontosságról, hogy ez kicsit szeretnék. Akkor erre hagyd mondjak én valamit, mint színész, kicsit hagyd beszéljek haza, én szeretném a Hamu Zoli, nagyon intelligens és gazdag játékát kiemelni. És én nagyon-nagyon szerettem azt a reflexív módot, ahogy hozzájut ez az egész dologhoz, és nagyon sokat hozzátett időjátékra ez az előadás. És én meg azt akartam mondani, hogy például az hogy hogyan lehet tehát tulajdonképpen mesélni és játszani, tehát hogy lehet egyszerre kint és bent lenni. Tehát ugye a színészi feladat itt ez, hogy kívül lenni a történetben és belül lenni a történetben, és ezt nagyon pontosan és finoman csinálták meg. Vagy például az ahogyan lehet kezelni ezeket a bábokat, tehát mondjuk ahogyan ugye támasztékokat csináltak, vagy olyan játékokat csináltak belőle, tehát amikor ez a lebegett az egyik, és támasztékot jelentett a másiknak, és akkor repült a semmiben, és akkor a másik került fölé. Tehát hogy itt rengeteg olyan finom ötlet volt, amit lehet, hogy az ember végigköveti a történetet észesen vesz, de hogy nagyon finoman és nagyon pontosan voltak ezek megcsinálva, és közben meg nagyon szép és gondosan kivitelezett figurákat lehetett itt látni. Ez is hozzátartozik szerintem az előadáshoz. Ezt így meg nagyon igényes volt, és nagyon szívben akkoran szép volt az egésznek ezek a kis finomságai a dobozok szélén, a térformák, amikkel elszítottak, és én az zenét is nagyon szeretem. Menjünk tovább, és visszatérhetünk még, tehát nincsenek lezárt témák, tehát ha valakinek van eszébe, a tegnapi napon legalábbis volt egy pár ilyen visszacsatolás. Tehát nincsenek lezárva a témák, de jó lenne, ha tovább tudnánk lépni. Nem akarok én mindig beszélni, csak én egy dolgot szeretnék mondani, mert te itt az asszisztens fesztiválok vagy a Kaposvári Biennálé történetéről beszélsz, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy az első Biennálére emlékszem, hogy milyen vita volt arról, hogy egyáltalán a színházi nevelésnek van-e itt szerepe és létjogosultsága, és hogyha végignézzük az utóbbi fesztiválokat, vagy a mostani fesztivált, akkor tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a színházi nevelés meghódította a színházat, tehát hogy ilyen vagy olyan formában ott van a színházi nevelés, tehát osztályszínházak születnek, iskolai előadások születnek, amelyek olyan természetes módon azt ígérik, hogy foglalkozások vannak, tehát hogy itt most nektek diadal ünnepet kellene ünnepel, és hogy azért, ha majd egyszer valamiről lehet beszélgetni, hogy ez mégsem olyan természetes módon történik, mint hogy a két szemüveknek az országában kellene történnie, tehát hogy akik csinálják, azok valahogy előre jussanak, és tulajdonképpen hogy mondjam, tehát hogy valahogy olyan nem természetes módon történnek ezek a dolgok, és mondjuk például, hogy az Antigonéra utalja, tehát én nekem olyan jó volt látnom ezt a társaságot, aki éppen most úgy nevezi magát, hogy Sputnik
Hajózásokat, és viselkedéskutató laboratórium, és tovább közben rákattintok a honlapukra, és az van rajta, hogy most 3 hónapra szünetel, de lehet, hogy 5 hónapra, tehát hogy felfüggesztett. De nincsen semmi nagy baj, nem történt, de szóval azt gondolom, hogy katasztrófa történt, mert közben van egy társaság, aminek előbbre kellett volna jutni, és színházi helyzetekben jobban kerülni. Katonában és... most volt az emberkői. Hát igen, meg lehet, hogy rácielolgásokat sorolni. Tehát, hogy szerintem ez sem olyan normális módon történik. Tehát, hogy miközben van egy jó társaság, és van egy jó erő vagy energia, ami tulajdonképpen színházi eredményeket ér, mégiscsak az az üzenet, hogy ez most valahogy nem nagyon tud működni, és hogy nem tudom, hogy a Kába az ügyesen a végülzők a különböző pályázati pénzek között, de szerintem ti sem vagytok közel jó helyzetben. Most nem tudom. Nagyon jó. Hogy a színházak finanszírozása és mi lesz jövőre, ez egy olyan kérdés. Igen, de ez nem a szakmai fokok. Tehát, hogy miközben megtódította a színházi nevelés a színházat, és minden felül megjelent, mint egy fontos és természetes igény a színházi életben, valahogy még sincs a helyén a dolog, ennyit akartam mondani. És akkor innentől kezdve utána lehet az Antigone problémáiból beszélni esetleg. Igen. Ja, igen, köszönöm. Igen. Csupa odaadatlan dolog jut nekem, és akkor végre egyszerűen volt, tehát köszönöm. Meg ennek az előadásnak az életében van. Igen, jó, Szabó Zoltán, Jankovics Péter, színészünk, aki jelen van, Hájon, Fábián Hábor és Fető Kata, aki még játszik az előadásban, Gibor Attila rendezte, ezt is mondta tegnapi látványt. Máté Zsoltot kértük fel, hogy a Trencséni fordítás alapján Karsai Györgyel konzultálva írjon egy új szöveget az eredeti alapján. Miért? Igen, miért kellett egy új szöveget írni? Annyi fordítása van már az Antigónnak? 5-6. Igen, ez egy abszolút tudatos döntés volt. Pillanatot, akiket megszólítottál, mert itt vannak ügyesszékek, hihetetlen udvarias lenne, hogyha idejönnétek. Nem azért, hogy valami szereplésre késztessünk, de itt két kamerával áldozatosan és lelkünket kitéve próbálják a megszólított embereket közvetíteni nagyvilágnak, és akik az árnyékban ülnek, azok teljes mértékben közvetíthetetlenek. Tehát nagyon megtisztelnétek, hogy akikről beszélünk, jöjjenek ide. Köszönöm. Más értékes volt a beszélés. De igen, segíteni. Köszönöm. Képileg is képviselet. Köszönöm. Tehát, hogy úgy szöveget kellett írnak, hogy már Igen, ez a tésünk volt, és az egyik legnagyobb támadási terület, amit szoktuk, az ez, hogy miért nem az eredetit használjuk. Azért, hogy érdemes a darabnak az alaphelyzeteivel, alapkonfliktusaival foglalkozni, és ezt közel hozzá a diákokhoz, vagy azt megmutatni, hogy a történetnek ezek az alaphelyzetei, ezek ismerősek lehetnek, és ma is megtörténhetnek részben velük, vagy akár körülöttük. Azt éreztük, hogy nehézé teszi ezt az, hogyha a szép klasszikus szöveget használjuk. Az volt a döntés, hogy vegyük le az egész mitológiát a történetből, tehát tudatosan ne legyenek istenek benne, a Teiresias ugye megjelenik a maga módján, de hogy az egész mitológiai környezetet vegyük le, maradjon az, ami egy családi történet, vagy az egyénnek a története, és ehhez azt gondoltuk, hogy az egyszerű, hogyha átfordítjuk tulajdonképpen, tehát hogy sorról-sorra vetettük össze, ezért kellett Karsai György segítsége az eredeti, vagy ezt a Trencsényi fordítás, miről szól, melyik mondat, vagy miről szólnak a kartok, és hogyan tudjuk azt mai nyelven elmondani. Nekem úgy egy nagyon gazember ötletem van, tehát az egyik az, hogy fut itt egy kapu
Kosvári Antigoné. Ráadásul itt két, tulajdonképpen két társadalmat, egymás produkciót is láttátok. Hát egyszerűen adódna az ínyenség, hogy abból az attitűdből, ahogy gyerekekkel foglalkoztok, hogy egymás munkáját talán úgy elemezzétek, hogy mindenki tanulhasson belőle. És akár összevetve mert egy gyerek, aztán volt az egyiknek egy megjegyzése arról, hogy attól tartott, hogy ez van unalmas előadás lesz, meg hogy olyasmi, amit a színházakban látnak, de megnyugodott, hogy nem. Hogy ez most például egy ilyen színházvezető, ez kritikál, meg fogja a kutyát. Csak megjegyezve meg, hogy miénket is szeretik. Nem, és hogy ahhoz képest, hogy látták azt az előadást itt a színházban, most látták az Antigónénak egy változatát az osztályteremben, ez maga milyen élmény volt, hogy az osztályterembe jött a színház. Tehát életesen minősíteni, vagy összehasonlítani akartam a kettőt, hanem csak elmegyek színházba, vagy bejön a színház az osztályba, közti különbséget szeretném. És most még abba szeretnék tolmácsolni, hogy itt az eredeti drámát játszottatok, ez meg egy adaptáció, ami arról szól, hogy egy osztályteremben... Nem, a fosszi szöveg az rettenetesen le van csupaszítva, az csontra van húzva egyébként, és nagyon, nagyon témondatokban beszél. Bocsánat, akkor jobb a tintezete. Teljesen más szóval szerint, tehát nincs mára átívva, vagy mondjam, emészthető szöveg, rettenetesen emészthető szöveg, érthető szöveg, csak csontra van húzva, és főmondatokban beszél, tehát nagyon, nagyon konkrét és nagyon lényegre törő. És onnan is minden sarlom meg van szedve, ami esetleg nehezít a történet, ami mai fülel befogadhatatlannak tűnik. Igen, és egyébként mi is előadás után csinálunk egy ilyen beszélgetést, ahol itt szóltak valami közösség találkozóban. Nyilván a két attitűd között az a különbség, hogy ki kimentek valahová játszani, de meg be kell jönni. És ez a fiatalokban valóban van egy ilyen, főleg egyetemistákban, középiskolásban ez annyira nem, nekünk nem sikerül egyetemi bérletet csinálni, mert egy számukra a színház az, hogy be kell jönni egy épületbe, föl kell öltözni, és ott furán öltözött emberek, fura díszletben mindenféle hülyeséget beszélnek, amit nem lehet érteni. És hát talán a középiskolásokban is van ilyen, tehát ez a kivonulás, ez nyilván, ez nagyon közel hozzá. Azért volt az a mondat a gyerektől, hogy azt hittem, hogy ez valami egészítetlen dolog, és hogy milyen jó. Bocsánat, még egy provokatív kérdésem lenne, ami megint olyan dolog, ami a mindennapi praxishoz nyúlik. Ugye ez a fajta iskolában való jelenlét, például a német ifjúság és gyerekszínházban kicsit több éves tradíció, nálunk ez nem olyan régen, illetve nem olyan régen terjedt el, tehát most függetlenül attól, hogy hány évet csinálja egy csoport. Viszont ott már arról folytatnak beszélgetéseket, ilyen konferenciákon, hogy valóban van-e jogunk nekünk színháznak belépni a gyerekek mindennapi életébe és egy rituális viselkedés, tehát a munkahelyükre, a privát szférájukba tulajdonképpen benyomulunk, és oda visszük a színházat, és ezt a privát szférát, hogy megsértjük-e, vagy ritualizáljuk-e a teret, tehát erről rengeteg szép és gondolatgazdag dolgozat született, de nem konfliktusmentes ez a dolog, hogy egy színházat viszünk egy munkahelyre, ugye, ahol más szabályok érvényesek, és hogy ennek a konzekvenciája nem feltétlenül és mindig pozitívek. Miközben nagyon inspirálók tudnak lenni egyes helyzetekben, és a gyerekek számára revelatívan, de felveti ennek az ellenkezőjét is, tehát akár erről is lehetne beszélgetni. Azért lehetne beszélgetni erről, mert hogy tényleg az előadásnak a hatása magában a helyzetben volt. Tehát az a Tigo, aki azt mondta, hogy hát Antigonéra számított, és egy vicces, nagyon barátságos, közvetlen dologra harapott rá, az pontosan ebből a formából, vagy ebből a társaságból követően, hogy megérkeznek, hogy berakják
a gitárjaikat erősítőt, stb. És aztán utána elhúznak a végén, ami ugye egyébként meg csak milyen zárójeles kérdés, hogy mi egyébként ugye nem igaz, mert egyébként meg ott maradunk és beszélgetnek velünk, tehát hogy szóval akkor itt most csak azért van ott, hogy a szünet legyen, amit nem volt a szünet, de ne erről beszélgessünk most. Tehát, hogy ez a keret, ez a színházi keret, hogy ránk zúdultok, és utána eltűntök, és közben van egy kellemes 45 perc, a legjobb óra ilyen minket a túlzó óra, ez szerintem egy nagyon jó és erős gesztus. De hogy ha lehetne folytatni azt a bevezetőt, amit belét folytottak, hogy tulajdonképpen én arra lennék kíváncsi azon kívül, hogy el akartátok játszani az Antigónét, és hogy ezt egy nagyon sajátos szempontból játszottátok el, és ezt érdemes elemezni majd a darab kapcsán, de hogy utána miért akartok foglalkozást, egy beszélgetést tudni? Tehát, hogy milyennek az értelme, célja, hova akartok eljutni, el akartok-e jutni valamire? Az Antigone fontos itt, vagy mi a fontos itt? Tehát, mert hogy ezt ugye ilyen komplex módon kell megfogni, mint egy TIA foglalkozást, hogy van az előadás, és van az utána a feldolgozó rész. Ugyanezt a keretet használjátok. Tehát, hogy mi a célotok ezzel, vagy mi a célkitűzésük van. Mert hogy erre lehet aztán reagálni, hogy amit szerettetek volna, az a mai esetleges tapasztalatunkban, hogy nem történik vagy semmi. Jó, hát a tapasztalat azok, hogy nagyon sok kérdés marad az előadás után még a gyerekekben. És talán ezeket, vagy hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hirtelen élményt, amivel mi rájuk szabadítjuk magunkat, azzal mit tudnak kezdeni. És kiderül a foglalkozás során, hogy rengeteg kérdés marad bennük, illetve lehet, hogy megfogalmaznak magukban dolgokat, de felszínesen. És ha mi erről beszélünk velük, akkor lehet, hogy tisztázódnak ezek a kérdések, ezek a dolgok, és egyszer csak úgy hagyjuk ott őket, hogy talán kapnak egy kerek egész történetet a foglalkozással együtt. Nyilván nem volt ebben tapasztalatunk előtte, tehát ez közben derült ki számunkra is, hogy azt hiszem ez egy belejáró dolog, amilyen ilyet csinálunk. Most annyit lehetett látni, hogy nagyon kellemes, hogy jókedvűen beszélgetek, tehát ilyen két-három fős csoportra voltak, tehát ez igazán egy beszélgetés helyzet volt. De hogy mi volt a, hogy mind a hat szereplő megkapta maga a kis társaságát, hogy mi volt itt a feladat, vagy a kérdés, hogy amit megbeszéltetek velük? Hát jelen pillanatban ez a foglalkozás természetesen, mint minden ilyen foglalkozás alakul, változik, dolgozunk rajta. Az eredeti kérés az Attilának volt, hogy a foglalkozáshoz arról szóljon, vagy az álljon a fókuszába, hogy mindenkinek megvan a maga igazság. Hogy mindenki, minden szereplőt, ezért van az, hogy hat kis csoportban dolgozunk, minden szereplőt, aki lesz kerül, tehát ez a véletlen, próbáljuk meg egy kicsit jobban megismerni, egy kicsit jobban a mélyére látni annak, hogy ő miért úgy viselkedett, ahogy, hogy mit lettek az ő motivációi, hogyan tovább, stb. Tehát ez a mindenkinek igaza van alapfejtés. Itt tartunk most. Innen akarunk tovább lépni most afele, ami szerintem egyébként a izgalmasabb vagy legizgalmasabb dolog lehetne az egészben, annak a kérdése, hogy az osztály, mint név, mint közösség, hogy állt ehhez az egész történethez hozzá, és ami elkezdődik Csirájában a Peti kis csoportja és a Gábor Kreon kis csoportja között név kontra király ezután az egész esemény után. Erre fogunk tovább menni, erre fogunk rámenni, hogyha lesz lehetőségünk ezt tovább tervezni, tovább csinálni. Ha ezt most válasz a kérdésekben, most ezzel foglalkozás, hogy értsük meg azt, hogy van mindenkinek igazat. Csak akkor nagyon, nagyon durs és nagyon kapkod elmondom, hogy mi engem rettenetesen izgat vagy beszélyezetben a mai élményben. Tehát, hogy egyrészt, ha abból indultok ki, hogy mindenkinek megvan az igazsága, akkor jó-e az, hogy fogalmunkba próbáljuk, hogy begyönöszölni az embereket. Tehát, hogy tulajdonság mintákat kerestek hozzá. Viszont ráadásul olyan tulajdonság mintákat, amelyek egymást kizáró tulajdonság minták, amelyek érvényes válaszként
hasonló módon hangoznak el, és tulajdonképpen nem próbáltok rendet tenni, miközben szerintem a színház úgy. Tehát, hogy jó-e az végeredményben, hogy az jön ki, hogy Iszléné a bátorságot képviseli, mikor, hogyha jól elemzem az Antigonét, akkor pont a megalkodásnak a mintaképe, miközben azt éreztem, hogy pont a szöveg átírás... De az Iszléné az Antigon, ha az Antigonét játszunk, lehet-e az Iszléné bátor, amikor pont arról szól a történetnek a 70%-a, hogy megalkuvó, hogy nem megy bele a helyzetbe. Tehát, hogy elfelejthetjük egy tragédiában azt, hogy vannak minták és értékek, stb. De hogy lehet az Antigone, hogy megalkuvás is lehet bátorság. Lehet-e az Antigonét kihirdetni, hogy az önfejűség megtestesítője, ezzel nem negligáljuk azt az összes igazságot, amit az előadásnak az első felében az Antigonéban próbáltunk, és amit a, szerintem a hájomban remekül csinált benne, és megvolt a szerepnek az igazsága, és így tovább. Tehát, hogy folytatom azt, hogy nem hogy féligazságokhoz jutottunk el a végeredményben, hanem szerintem hamisságokhoz jutottunk el a végeredményben. Olyan mértékig relativizáltuk az Antigonénak a történetét, amiben szerintem miközben, tehát szeretném nagyon nincsérni a társaságot, a gecsős minden. Tehát, hogy valamit vagy mondom a legcsúcsabb megrázó élményemet az egészben, tehát tudom, mert olvastam egyébként az ellentétben megjelent egy nagyon Antigonéról, és az Antigonéhoz kapcsolódó volt, de most a mondhatott napban nem áll. De egyébként olvastam akár a társaságnak is, hogy olvassák, de nagyon van is, most nem így tudom, hogy a Kreon meg mindig megkapják azt a feladatot, hogy írják meg a Kreon másnapi beszédét. Szerintem ez egy remek feladat. Na most tulajdonképpen itt nagyon markánsan egy politikai megoldást választottak, az, hogy letagadni az egészet. Na most az történt, hogy itt a nép közbeszólt, és azt mondta, hogy hazudsz, Kreon. És ennél durvább színházi helyzet nincsen. Szerintem, hogyha itt vagytok, erre valahogy, mint színházi nevelésre reagálni kell, mert megcápolja mindazt, amit ő megpróbál felépíteni, már is teremtődik egy konfliktus helyzet, ami egyébként ugye az egész Antigonéban ott van belebújtatva, ott az egész ezt mozgatja, ez működteti, hogy el lehet róla feledkezni, hogyha kipattan. Hogyha nyílt konfrontációként megjelenik. Ez nem iskolai deviancia, hogy beszól egy gyerek, aki nem tud viselkedni, hanem egy olyan szerepben viselkedik, amit fölkínálhatok neki, és ami az ő szerepe, tehát hogy itt nem lehet félbehagyni a dolgot, mert akkor az történik, hogy valamit megfiszkálunk, és utána tovább megyünk, mint hogyha ott se jártunk volna, és szerintem a színházi nevelésnek ez a hogy lehet durva nagyszavakat mondani, a felelőssége az, hogy azokat a kérdéseket, amit felvett, azokat tudja elkezelni. Vagy pedig ráncúzítja olyan, és ezt már nem tudja. Amikor van vége, tehát most felvetődött ez, akkor ezután, hogyha erre kap valami választ, vagy ő magától rájön valamire, akkor újabb kérdések jönnek valószínűleg, de akkor ennek sosem. Ilyen esetben nem kell rám tekintettel lenni, hogy benyomultunk és ott vagyunk, és szeretnénk tovább nyomulni a fesztiválban, hanem van egy nevelési helyzet, vagy egy színházi helyzet, amit valamilyen módon kezelni kell, mert különben nem tudom, közhelyeknél vagy sémáknál maradunk, és akkor semmi értelme annak a nagy munkának és annak az igaz színészetnek, amit beleadhatok ebbe az előadásba. Jó, két dolgot, mert az egyik az az, hogy amit most a legutóbb mondtál, tök igaz, erre azt tudom mondani, amivel kezdtem. Elkezdtünk beletanulni ebbe a dologba, valahol tartunk, és pontosan úgy akarunk tovább menni, amit mondasz, amit ma nem tudtunk tovább menni, hiszen soha nem csináltuk azt. Valóban ez az izgalmas, és valóban ezzel akarunk foglalkozni. Az, ami ma történt, azt nem tudtam felülírni valami olyannal, ami még soha nem történt. Hogy a másik, amit előtte mondasz, hogy
hogy elfogadhatjuk-e azt, hogy valami olyasmit hoznak ők ki, ami szerintünk nem igaz, tehát hogy mondjuk bátornak hozzá ki Iszménél. Hát nem tudom, ebben nyilván a kávások sokkal tapasztaltabbak, hogy mi a célja egy ilyen foglalkozásnak. Szerintem mi állítottunk valamit az előadásról, az már eleve a mi olvasatunk, és ők valamire jutottak azzal, hogy ott a kis csoportban miről beszélgettek, és hogy minek a végeredménye lett ez a bátor, és ők azt hogyan tudták egy mondatban még kifejteni, hogy miért pont a bátor. Hát nem, én azt nem érzem, hogy én azt mondhatnám, hogy rosszul látjátok, igen, ezt nem mondhatod biztosan. Hát, mondhatjuk meg, hogy a Drága Petr részéről, hogy kicsit forduljunk vissza a tematikus részére a dolognak, tehát eredetesen afelé, hogy minden teátrális dolog levetkőzve nincs színpad, nincs díszlet, nincsenek jelmezek, a színész úgy, ahogy van, maga valóságában testközelbe odaáll a gyerekhez, és én azt látom, hogy a gyerek is, meg a színész is nagyon jól érzi magát, és azt érzi, hogy valami történik vele. És lehúlik a néző, meg a színész közötti, vagy a színpad közötti vasfüggöny, vagy akkor függöny nincsen, megszűnik, és totális átjárás van. És én ezt nagyon fontos dolog, és ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Hát ez nekem sokkal fontosabb, mint hogy a Drámaped részében mi történik, mert azt meg a gyerek ahogy gondoljon már azt, amit akar, és nem biztos, hogy befolyásolni kell ebbe a döntésébe. Nyilván ez fontos alapvetés, hogy az előadással valamit betettünk, mi ezt gondoljuk a dologról, az a többi meg a befogadó része. Azért nincs igazad, mert nem voltál ott, mert amikor elhangoztak alternatív tulajdonságok is. Tehát de láttam már ilyen, bocsánat. De egy vezetőnek kell tudni válogatni, irányítani azt, hogy a többségi szavazással dől el egy darab értelme, vagy egy munkának, egy színházi munkának. De megmondjuk egy distanciát, hozzá egy distanciát lenni. Itt az felnőtt, engem is baromira zavar, valamit tanultam drámapedagógiát, de Isten ments, hogy akár csak meg is értenek hozzá, de körülbelül tudom, hogy miről van szó. De muszáj distanciát lenni. Tehát amikor pedagógus, mint irodalmár, rendező, elemzel egy darabot, és elmondod, hogy miről szól, akkor tulajdonképpen azt kérdezed föl, azt akarod visszahallani, amit te, mint elemzés, ezt becsomagolsz. De amikor a gyerekek kezdenek el gondolkozni, akkor a hitelességét a tevékenységnek az tudja igazából bemérni, ha hagyod, hogy a saját útjukon induljanak el, és hát szakadékban persze jó lenne nem vinni őket, ezzel egyetértünk, de el kell fogadni azt, hogy nem jut el abba a célba, amit te kitűztél, mint rendező, hogy pont azt fogalmazza meg, azt az egy tanulságot, vagy azt a kettőt, vagy azt a hármat. Tehát itt van egy metodikai különbség, hogy nem, vagy nincs. A különbség az irodalmúr és a színházi nevelés között, hogy nincs egy igazság, ebben természetesen igaz van. De van egy anyag, aminek van a természete is, hogy ez egy jó. Én azt sokat hallottam a rendező bácsitól, hogy gondolkodtatni a gyerekeket. Először vagyunk ilyen helyzetben, hogy gyerekeknek játszunk, gyerekeknek tartunk foglalkozást. Gondolkodtatni, és nekem az az első kérdésem, hogy milyennek láttátok ezt az őrt? Ti a csoportban, akik vagytok hárman vagy öten, te milyennek láttad, és hogy merjék elmondani a saját véleményüket, és a foglalkozás alatt mi ne állítsunk, csak kérdezzünk. És ők vitassák meg egymás között, amikor jönnek a jelzők, meg tulajdonságok, akkor mindig fölvetem, hogy szóljatok közben, hogyha nem értesz egyet, szerintem miért. És ez egy nagyon fontos, szerintem középiskolásként, nem is emlékszem rá, amikor kérdeztek meg engem, hogy nekem mi a véleményem erről, hogy arról ezt tanulod meg, tudod vagy nem. És ez egy fontos, hogy ne csak a tanulásról, vagy az iskoláról, hanem az életről is, amit lát, gondoljon róla valamit, és merje megfogalmazni és elmondani saját magának és a többieknek az ő véleményét. És amikor azt látja, hogy ez a szereplő mondjuk bátor jelzővel van feltüntetve, akkor tudja a többi gyerek is, hogy ezt az a három ember gondolta, és utána megkérdezhetem, hogy miért gondolta őt bátornak. Ez az ő vélemény is. Szerintem az volt a legteljesebb rendben, ami az őr kapcsán hozott.
És mikor ezt, amit most kimondok mondatot, mert már vissza is van, miután elhangzott, de István egy kicsit emlékeztet arra a szereplőre, akit Lilla játszott ezutáni előadásban, visszaadóban. Jó, de ez azért itt jár a fejemben. Ez egy. A másik, hogy Józsival eljöttünk valóban, amikor a foglalkozás már átment valamiféle intim foglalkozásba, ahol nem tudtam, hogy mi a dolga. Tehát az biztos nem a dolgom, hogy ezt minősítse. És hogyha most innen hazamegy valaki és megkérdezi tőle, hogy a beszélgetésben mi az, akkor mennyi, hát csak nálam azok az olyan amilyen suta gondolatok, itt most már egy fél óra előtt. De hát ezeket nem ismeritek, és mennyi gondolat van még, amik ehhez a beszélgetéshez hozzátartoznak, ennek az értékét, gazdagságát vagy soványságát megadják, és nem biztos, hogy az, ami éppen uralja hangban a beszélgetés, az maga az együttlétünk. Tehát én ennél ezt egy kicsivel, legalább magam gondolatai valamilyen, akik olyanok, amilyenek, amiket nem ismertek, de hát a képzelése tudom most éppen, de gondol valamit, ez biztos. És még mennyien itt vagyunk. Ott is én nem tudhatom a kicsi intim beszélgetéseken mi hangzott el, aztán el is jöttünk szégyen szemre. De még mennyi gondolat volt ott a gyerekekben is, és hogy biztos-e, hogy az az uralkodó gondolat, amelyik elhangzott. De hát abban a gyerekben, aki mellette ült, az marad meg, ami benne, mint gondolat megfogalmazódott. Szóval egy kicsit gazdagabb helyzetnek képzelem én ezt. Egy másik dolog, ez már nem kicsit leszakad, de azt figyelem, miközben még csak két nap telt el, és még négy hátra van, meg egy válogatással találkozom, de mégiscsak az, amit én magam közhelyébe kapaszkodva, szóval a színház, az valahogy a találkozás terepe. Ez a találkozás nagyon sokféle lehet. A Pál utcai fiúkban egész másfajta találkozásra szerintem megtörténik, mint mondjuk az Antigónéban ma, vagy a kaposvári Antigónéban is megtörténik. Egyébként nagyon másféleképpen, de ez egy kockázat, amikor valaki ezzel hoz létre egy előadást, vagy valami olyasmit, mert annyit most már nem is tudom, hogy mi micsoda, de ez nem baj. Szerintem amíg színházat csinálunk, meg nézünk, addig tanuljuk a színház csinálását, és itt egy csomó új dologgal találkoztam, de még a Hüvelyk Matyi is akarja a bankrablással azt, hogy az a gyerek közben a Hüvelyk Matyit megkapja, és mégis valahogy kicsit jobban érintődjék, és itt az Antigónéban ez az előadás részben, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon sikerült. Tehát most én zárójelben fogok mondani egy másik konferencia témát, ami tegnap merült föl, mert én nem is annyira az Antigonét és a ti előadásokat kapcsolnám össze, hanem akár például a tegnap esti, a Nátán félét. János használt egy szót tegnap, hogy vajon ilyenkor, mondom ezt úgy, hogy én nekem ez nagyon komoly, alapvető élmény volt ez az Antigoné, mint ahogy a gyerekeknek is. És akkor ilyenkor lebutítás történik, vagy nem? Zárójelet, bezárom, és egy másik konferencia témája lehet ez. Nem tudom, hogy mi történik ilyenkor, de közben megtörtént a mindannyiunk találkozása az Antigoné című művel. Tehát akkor ott tegye a fene, hogy de ne egye ott, nem tudom. Én, ez csak egy olyan kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat, és a választ nem tudom. Bocsánat, hogy hosszabban beszéltem, mint szándékomban áll. Ennek a szakemberek. István Erzsőval összefoglalott. Egyébként csak egy pillanatra visszakanyarodnék ahhoz, hogy az István mondott az elején, hogy a helyén van, nincs a helyén az egész színházi emelés. Hogy
És az, hogy ez a két produkció itt jelen van, az egy felvett problémákat. Mégis csak arról van szó, hogy ennek a műfajnak azért megvannak a maga sajátosságai, ez lejárt egy lassan 20 éves történetet Magyarországon. Gyakorlatilag megérhetne a helyzet arra, hogy akár külön fesztivált lehetne szervezni, nem azért, hogy mindenképpen külön legyen valami, hanem egész egyszerűen annyira széles ez a spektrum, amiről most beszélünk, annyira jól látható irányok, annyira kialakultak már azok a modellek, amiknek a változatait látjuk jól hosszul, hogy ezek mindenképpen akár módszertanilag is értelmezhetők lennének. Szerintem az nagyon fontos, amivel a jövőnél kezdték az elején, ez a társulat ebben a szempontból valahol tart a saját bevallások szerint ennek a pályának az elején. És szerintem ez az én 20 éves színházzenési múltamból nézve, én látom benne azokat akár hiányosokat, amiket a foglalkozás kapcsán föl lehet vetni, ugyanakkor nekem a számomra ez a legfontosabb, hogy ez egy elképesztően, számomra egy elképesztően tehetséges előadás, egy fantasztikus előadás, nagyon jó alapanyag, ami rengeteg lehetőséget kínál arra, hogy valamifajta értelmes interaktivitás alakuljon ki a gyerekekkel. De az, amit számunk érhetünk rajta, az egy strukturális probléma, hogy mennyire kapcsolódik a feldolgozó rész ahhoz az előadáshoz, amit előtte látunk. Erről önmagában lehetne egy két órát vitatkozni, Isten mencs, hogy ebbe szaladjunk. Még volt négy dolog, az most elkezdeni. Én csak egy dologra reflektálnék, amit te mondtál, és visszaadom azonnal a szót. Ez tulajdonképpen, amivel kezdted, hogy ugye az első fesztivál 10 évvel ezelőtt volt, és akkor ez egy probléma volt, hogy ez most ide tartozik, vagy nem. És hát természetesen zseniális bábfesztiválok vannak, ahol elsősorban akar a bábművészet szempontjából előadjuk ugyanezeket az előadásokat, ahol bábok jelennek meg. És természetesen létezhet olyan fesztivál is, ahol a pedagógiai oldalára koncentrál jobban. Itt valahol nekünk valahol az a feladatunk, és ez elég jól működik is, hogy itt a színház szempontjából, tehát akár performatív, akár narratív, akár mesefeldolgozás, a színházi hatásokat próbáljuk egészen konkrétan, hogy hogyan ad a fiatalokra. Tehát a franciáktól is rögtön ezt kérdeztük meg, hogy ezt kinek játsszák, valóban a gyerekeknek. Tehát, hogy itt ha így ebben a körben két évente Biennálét rendezünk valahol, mondjuk Kaposváron, akkor az egy alkalom arra, hogy ezt a szempontot egy picit, ha összeakadunk, erősítsük, hogy mi a színházi szempont. Estén csak akkor például az Antiboli kapcsán valószínűleg érdemesebb nagyobb energiát fektetni szerintem az előadásra egész egyszerűen azért, mert az a típusú foglalkozás, amit a csoport kitalált hozzá, az nem annyira a színházi hatása. Egyetértünk. Van, én is befejeztem, tartottam. Nekem egy dolog jutott eszembe, és ennek a Gyombolai Jánbor vagyok. Tegnap este a Nátán kapcsán is, amit az István felvetett, abban kapcsolatosan is motoszkált bennem, hogy a színész dolga, és a különböző minőségű, vagy nem is minőségű, hanem különböző stílusú színjáték, hogyan tud kihozni egy csapatjátékot, vagy egyáltalán az idősebb, jelesebb részeknek. Milyen útja volt mondjuk ahhoz, hogy ez egy ifjúsági előadás, hogy ezután történik valami, és ugye az ifjabb színészek, a Martin vagy Zorináig milyen utat jártak be, vagy például, hogy a Sputnik társulata, ahogy én látom kívülről, olyan arccal megy be. Nekem ez mind arról beszél, hogy mi a színész dolga. Ugye a 21. században mi a színész dolga, hogy tudja azt, hogy mi az, ami éppen elegendő, amit még megengedek magamnak, de ami nem kevés nekem. Amit, a valódi partnerség, vagy az, hogy én, bocsánat, én nagy szavakat fogom, hogy én ki vagyok, minek vagyok én színész, minek tart ez az ország, mire van szüksége ennek az országnak, tehát az, hogy én is az ország szempontjából a nézőnek, hogy mi az, amit ezért meg kell, hogy vállaljak, mennyire vagyok fel, és nem feltétlenül csak az idők szavára hallgatom, hanem az általánosan érdekel, hogy az arcomon mi jelenik meg, amikor mondjuk egy ilyen közönséggel találkozom. Én az Antiboli kapcsán azt nagyon nagy örömmel nyugtáztam, hogy olyan nagyon-nagyon jó arcokat láttam abban, és nagyon természetes közegében éreztem ezt a csapatot ott a diákokkal szemben, akik elindultak abban, hogy a Júli fogalmazott egy úton, és valószínűleg, hogyha a Fábián Gábor vagy olyan helyzetbe lesz hozva, hogyha ez a dolog folytatódik két év múlva, akkor valóban, amit István számunk ér, akkor abban a helyzetben belemegy, és akkor a kívülálló néző is ott marad, és azt mondja, hogy igen, ez is színház, sőt, arról szól, hogy a gyerekkel akkor is ott történik, és tovább él benne. Mert egyébként mi a francnak
született ez a dolog, hogy utána még, hát van egy komplet színházi élmény, üzentünk, megvan, jól, rosszul, az üzenet megérkezett, dekódoltad, menjél haza. Nyilvánvalóan az, hogy valami olyasmi leszűrje azt, szondázza, ütköztesse ezt a bizonyos élményt, ezért volt az első csírák otthon, hogy ez a dolog menjen tovább a színházon. Nyilván ennek aztán kiderült, hogy most a sajátunk ez volt, hogy vannak olyan formái, amelyek udvariasan átmerve civilbe utána beszélget velük, és egy kommunikáció gyakorlat szintjén marad, és aztán lehetnek olyan formái, amikor szerepben hasonló értékű drámai szituációkat tud teremteni az ember, és hasonló értékkel viszi tovább. Itt például ebben a helyzetben, igen, én is azt láttam ennél a kerülben, ott lehetett volna az a helyzet, hogy egy valódi színház folytatódik, de úgy, hogy arról beszélünk, amiről a darab is beszél. És a gyerek akkor utána hazamegy, nem a büféről fog beszélni, vagy arról, hogy milyen kiváló játszik a színész, hanem arról, hogy mit jelent ez a dolog nekem. És nekem mindig, nekem amiért érdemes ezt a őszívű csinálni, ez, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy persze az üzenet átjut, de az, hogy egyébként a gyerek számára ez így jelent, hogy ezt beszéljünk róla, vagy valakivel beszéljen, egy helyzetet tükez, nagyon kevésszer történik meg én speciál, a saját műfőm, ezért tartom fontosnak, de ez akár magányi is lehet, és azt látom, hogy egyébként talán a társadalmunkban is az nyitás nem véletlen az elmúlt 20 év, hogy ez megtörténik, és nem véletlen, hogy a 10 évvel ezelőtti Biennálétól kezdve most már ez nagyon távol, mert mintha ez a fajta párbeszéd, ez a fajta közös értelmezés, még hogyha egyébként nincsenek is meg a csatornája, ugyanakkor igény szinten nagyon eleményként jelen van. És ebben szerintem a lépéseket tök jó, hogy ők is megteszik, és egyre többen. És talán, hogyha még csak megint egy zárványos gondolatot, hogy a pedagógiai attitűdből a színház csináló attitűd erősödött föl. Tehát a színház csinálók számára lett ez a fajta performatív színház egyre érdekesebb, amit a pedagógiás közelével ennél a korosztánál el lehet érni. De a lényeg az, hogy valamilyen módon az a hatás, amire a gyerekek lelkét érinti, az személyes lehessen, és ebben egy óriási módszer, hogy tovább lehet élni előadás után a történettel, és miért be lehet tenni. Igen, meg egyébként én azt mondom, hogy ha egy nagyon jó kérdésekkel irányítom, csak beszélek és megy előadás, de is az sem hódítja le semmiképp az előadás, de nekünk ez nagyon nagy tapasztalatunk, hogy a gyerekek nagyon sok hajmú színházat látnak, azt nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezik. És szerintem pont ez a lényeg is ez a fontos, hogy ott vannak és elkezdenek nagyon sokféleképpen beszélni arról a dologról, hogy kinek mit jelent, és nem arról van szó, hogy kapnak egy üzenetet, és ami, igen, azt mondtam, hogy pontosan ez hiányzik belülük is, meg ma Magyarországon, pont az, hogy értelmez, hogy beszélgessük, hogy kinek mit jelent, hogy neked ezt jelenti, miért, és hogy elfogadjuk azt, hogyha ez egy jó előadás, akkor ez egy nagyon gúnyos és nagyon sok kérdés felvető. Szabad csatlakozom, hogy az egy óriási dolog ebben, hogy szerintem verbalitásban nagyon, nagyon szegény a társadalmunk, tehát indulatokban gazdag, nagyon hamar tudunk fölördülni, nagyon hamar tudunk bősek lenni, és nagyon nehezen tudunk problémákból egyszerű mondatokat mondani, és ebben ez hihetetlenül egész emberséget tanít ez a fajta helyzet, hogy próbáljuk meg ezeket a darabokban lévő konfliktusokat emberként megfogalmazni, és ennek a tanulságai hát rendkívül gazdagok és nagyon-nagyon fontosak. Ugyanakkor most csak még egy mondat, és én nem láttam az Antigone Csernobyl pont előttünkben, és átkezdően vannunk az elején ahhoz, hogy megnézzük, de közben meg azzal én egyetértek az Istvánnal teljes mértékben, hogy iszménében nem azt kell megértenünk, vagy ha az jön ki az iszménében, hogy ő a bátor, mert az egész előadás arról szól, hogy iszménében megalkuló, akkor ott valami tényleg nem stimmel. De én azt gondolom, hogy igenis annak az igazságát viszont érdemes megvizsgálni és nézni, hogy miért alkuszik meg valaki. Ugyanis mindannyian, akik itt ülünk, hol sokszor megalkuszunk, és hogy azt megértem, hogy valakinek hol van abban az igazsága, hogy megalkuszik. Miért teszi ez? Miért történik ez vele? Az is egyfajta igazság, nem csak a bátorság. Szerintem megjött egyetlen praktikus gyógyszer.
Mondja, te voltál ez a szajánlás. Ez a praktikus dolog jutott eszembe, hogy hogyha ez a tendencia erősödik, és tovább él a Kaposvári Biennálé, és két év múlva úgy ülünk itt, hogy még kettő, és hát négy-öt ilyen típusú előadás van, akkor lehet, hogy érdemes beemelni olyan szempontokat, ami alapján ezeket az előadásokat tudjuk elemezni, de szerintem ezek speciális szempontok. Jó lenne, hogy két évre előre látnánk. De szerintem már bocsánat, hogy lehet. Amit látunk, az nagyon jó. Tehát például az... Nem, én már nem beszélek. Nem, azt gondolom, hogy most én egy kicsit határozottan állok, hogy csúszunk el az idővel, és jó, igen, János. De ő előbb jelentkezik. Nem, János. Én is János. Melyik János? Másik. Itt van. Én kérdés. És azért mondanám, hogy egy mondat az előző, hogy az én karakterosan a Károsokatából, csak ez a dologhoz, hogy szerintem a mai adás kapcsán számomra az volt fontos, hogy megkérdezték, hogy nektek most délután egy órakor, vagy már kettő órakor református gimnáziumban nektek két-három fiatal, mi volt fontos iszményekről. És én elhiszem azt, hogy ez meg lett írva, nem ezt sugározva az annak, hogy megtörtént annak két-három fiatalnak, az az epizód volt fontos, amikor az iszméné kiállt a testvére mellett, és felállt azt volna, hogy igen, az egész darab. Nem azt sugal, hogy iszméné, hanem hogy ezt rásukni, hogy átbérgetni, hanem a két-három fiatalnak az volt, most mai napon volt olyan pillanat, amikor ő kiállt volna, ő is feláldozta volna magát is. De itt azért nem merül, hogy az adaptációnak esetleg ez a gyengéje, hogy ez de ha vissza lehet pörgetni, akkor az én mondatom az volt, hogy talán fölösleges, amikor bonyolult sokértelmű és a darabon belül is fejlődő személyiségekről van szó, akkor fogalmakba belepréselni ezeket a személyiségeket, miközben a színház pont az a lényeg, hogy gazdagabban lássuk, mint amikor elővesszük a hazai közhegyűjteményünket és dobozokba rakjuk az embereket. Természetesen nem csak ez úgy történt, hogy volt egy felsorolás, és végül azt mondták, hogy számunkra a legfontosabb ez volt ebben a történetben az iszménéről kapcsolatban. Nem azt mondták, hogy ez egy az egyben az iszménél, mert számunkra a felsorolt dolgok közül ez volt az, ami a leginkább meg volt őket, ami történt. És akkor el kell fogadni, hogy kiállt a testvéreért, így van. Ez volt már, hogy azt mondták, hogy gyáva, és akkor rámutatjuk, hogy milyen erős ez a Az, hogy ezt ilyen formában lehet még előírni, ez egy másik kérdés, de ami ma történt, akkor számomra ez a legfontosabb, hogy a gyerek érez, ezt nem lesz előírni azért. Szóval... De máshol van. Lépjünk tovább. János, végre meg a kicsit. Ez kikimálkozik belőlem. Én tartani színházi előadásokban, amit én láttam, számomra az nagyon fontos, hogy eljegyem a szíves életedbe megőrül ott abban a szerepben. És érzem, hogy mindenkinek van. Vagy itt ebben az előadásban egy olyan, több olyan megdöbbentő pillanat van, ami színház élmény számára az. Tehát az, hogy a Kata ott hátul eljönnek az oldalon, ott az iszménél meghal egy testvére, vagy az a pillanat, amikor a végén neked azt mondja, hogy van egy kell. És azt mondod, akkor ezt úgy el tudom játszani ma itt ebben az osztályban ezt a történetet. Tehát az, hogy egy több ezer éves drámai helyzetben az ős mesében, hogy beszélt a János előttől, miket őriz, az ma is érvényes. Tehát szóval ennél többet nem lehet elérni. Letőzött az a feedback szalga, ami most mindenkiben másképpen megy, ez a piaces előbb beszélt, hogy mindenki ezerféle dolgot elődi. Én azt gondolom, hogy valóban nem kérdez ki, így most lecsupaszítani, hogy most mi van ki, az iszmény, vagy tehát úgy is világosan elmondott, hogy volt három, ismételmet egyetem, hogy mindenki más mutat róla, és a kérdés mondja, hogy ez másképpen. Elérte a célját ez a dologhoz. Egy színházi élmény van. És a dráma pedig a része pedig szerintem nem mindenki elmény a sorban. Bocsánat, hogy... A kétszer nem próbáltam, de nem szoktál adni. Az udvarétlen feladat, hogy tovább lemítsük a labdát, és az nem azt jelenti, hogy nem csatolhatunk vissza még akár 15-ször az Antigonéra, de lépjünk egyet tovább, mert
csúszunk ki az estéből, aminek persze van egy kapás, hiszen előttünk az éjszakra, és az sok minden érdekes dolog, még előttünk el, tehát nem kell elkapkodni, de azért lépünk tovább. Jó, akkor elmondom én is a stábot, tehát a Móza. A Dumas ugye a Káva program, amiben a három kávási elmondanák vett részt, a Mori Viktor, a Sereglány András és a Romankovics Edit, és ezen kívül vendégművészként a Sáros Lilivel dolgoztatnának ebben a produkcióban. A Sűrűn Árpád rendezte, Sebő Borbára dolgozott velünk dramaturgként, az Ár Marci csinálta a díszletet, és Kis Gabriella jelmezeket. Ez a stáblista, és ezt talán ezt fontosnak tartom, hogy hozzátegyem, hogy mert hogy úgy jelent meg a műsorfizetben, hogy a színház résznek rendezője Sűrűn Árpád, hogy ez az első pont, hogy gyakorlatilag az utolsó évet egy közös munka volt, tehát abban az értelemben, hogy ez nem úgy történt, hogy a sosem bejött, és a színházi részeket megrendeztem majd ezek után. Az a mentés, ahol csináljátok a drámát, hanem egyfolytában egy hatalmas küzdelem volt folyamatosan, hogy a színházi teátrális szempontok, a gyerekek szempontjai, a drámás szempontok, a dramaturgiai szempontok, tehát egy folyamatos küzdés, küzdelem, nagyon jó volt a küzdelem volt a munka, mert mindannyian úgy ne fejezzük be, mert az, hogy azt úgy mondta, ez egy soha nem fejezhető folyamat, ez az interaktív színház, egyfolytában dolgozunk továbbra is rajta. De ugye, amikor bemutató meg volt januárban, akkor igen, azt mondtuk, hogy ez minden jó számára nagyon nagy tapasztalat volt. Ez kihívás volt a Kávának, különösen azért, mert nincsen csináltunk még soha egy osztálynak ilyen kicsit megfoglalkozást, és nyilván a Sűrűn Árpádnak is nagy kihívás volt, mert ő sem csinált soha gyerekeknek előadást. És ami még érdekes lehet, hogy három változata készült ennek az előadásnak. Ebből most tehát mondom, hogy igazából egyiket sem lehetett, mert az első változata az egy színházi nevelési program, a Muszínházban játszunk, ahol mindig egyetlen egy ősztár jön hozzá. A második változat, amit szintén a Muszínházban játszunk, az egy családi színházi változat, ahol nagyon határozottan megszabva 50 ember ülhet be, szülők és gyerekek, a korosztályt azt próbáljuk tartani, bár ott egy-két év lefelé és fölfelé mindig becsúszik. Az 50-ből általában ugye a fele, vagy legalább a 40% a felnőtt, a szülők és a többi a gyerek. És van egy harmadik változata, ami pedig teljesen díszlet nélkül megy osztálytalan. Mind a három változatot többször játszottuk január óta. És most ez egy kicsit hibrid változattá lett itt a mai napon, ugyanis mi eredetileg egy színházi nevelési változatát akartuk, amikor egy osztályon, de eladtak néhány jegyet is, és hoztam dilemmáztunk azon, hogy most akkor hogy történjen, hogy akik jegyet vettek, tehát hogy azt gondoltuk, hogy nem tartjuk meg a gyerekekkel azt, akik jegyet veszik, és külsős gyerekek, hogy azt mondjuk nekik, hogy ti most ezt csak nézzétek. És jól döntöttetek. Igen, a hang azt mondja, hogy az eszünk helyett a szívünkre hallgatunk, mert hogy a tér... Tönkretették volna, ha nem nézzük, tehát tönkretették volna. Lehet, a tér is egy jóval szűkre volt, mint a Muszínházban szokott lenni. Gyerek meg kicsit több, de ez most egy ilyen mai napra vár. Ez egy fesztivál. Engedj, kukucskáról kiszintén nem tett. Igen, bár azt mondhatom, hogy a gyerekeket szerintem annyira nem zavartam. Abszolút, hogy ez a korosztály... Megy a játékon. Azt gondolom, hogy... A kamaszokat jobban zavarja a kukucskáról, a gyerekek abszolút. Igen. Az inkább minket zavar. De az meg nem szállt. Én meg nem szállt. És ez a fesztivál. És nem véletlen, hogy műszínház magára játszok ezeket a foglalkozásokat, mivel hogy ami támogatta. Igen. Majd ha lesz a Sárosdi Véga a szerepére, de semmi sok közben szeretné keletkezni. Igen, vagy jó. Gondolják el. Neked nem fogok felajánlani, hogy veled ne
az, hogy milyen motivumokkal tud ő meg előjönni szabadon. Hát kérdések garmada. Egyrészt, csak hogy mégis valaki megszólaljon, tehát ezt a hiátus most. Tessék. Engem elementális élményért ennyi pont, ez egy. A másik dolog, hogy a legfontosabb dolog, ami történt velem, az ugye egy csomó szavunk van, sok ezer, százezer. És amikor szerencsénk van, vagy megsegítenek mások, akkor egy-egy szó, vagy egy-egy mondat elnyeri értelmet. Tehát használjuk a szavakat, használjuk a mondatokat, ahogy én azt mondtam, hogy elementális élményért, jó van, de hogy ez egyszer-egyszer egy szó vagy egy mondat fölfénylik és megkapja az igazi értelmét, és akkor az életben ez egyszer megtörténik velem, hogy megértettem azt a szót vagy azt a mondatot. Na, ilyesmi történt, és most azokat a fajta mondatokat értettem meg, amiket én is gyakorlatilag használtam, hogy a kisgyerekkel hogyan szabad és hogyan nem szabad beszélni, nem szabad ügyögni neki, ilyeneket szoktuk mondani, én is mondom, hogy mit is értek ezen, nem gondolkodom el rajta, mert körül azt gondolom, hogy értem. És közben, amikor ez fölfénylik, akkor értem meg, hogy ez mit is jelent, vagy hogy őt egyenrangú embertársamnak tekintem. Ezt én biztos, hogy elmondtam már sokszor. És nem is volt kételjem, hogy én biztos így csinálom. És valójában ezek a mondatok most fénylettek föl számomra, mind a négyőtök vagy hányatok segítségével, és ezt egyszerűen csak köszönöm. Ennyi. Azért, ha már elkezdtem azt a fél mondatot, én is egyrészt talán az egyik legérdekesebb produkciótok, mert azt hiszem, hogy itt integrálódott sok minden, ami hangsúlyában és erejében is, mint színházi produkció is, valóban nem voltak élesen elválaszthatók a különféle típusú játékok, mert egymás szekvenciái voltak, és ez gyönyörűen épült a szcenikus részekből, a játékokból, tehát ez a rész talán a legintegránsabban ötvözte ezt a sok tudást, a hány felül érkeztetek ebbe a dologba. Tehát ez mindenképpen nagyon erőteljes volt. Egy-egy ponton számomra félrement is, hogyha erről is tudunk beszélni, én azt szívesen megosztom, de nem szeretném, ha a hangsúly felborulna, ez egy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon-nagyon magas színvonalú szívből markoló szép előadás. Nem emlékszem, hogy Károly előadással ennyit vitatkoztam volna magamban, mint ebben az előadásban. Tehát ez számomra rengeteg megoldhatatlan kérdést vetett föl ez a produkció, és tulajdonképpen ahogy haladtunk előre, egyre rosszabbul lettem. És ennek, ha lehet egy kicsit elemezni, akkor nem magamat a lelkemet szeretném elemezni, hanem azt, amit láttuk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jól kezdődött tehát az első jelenet, a dúl tökéletes volt, minden a helyén volt, ti is nagyon a helyeteken voltatok, remek kutya voltál, nagyon igaz, és hát a Sárvízi Villa, mint ez az elképzelhetetlen valóságos figura, ami itt nyugodt bennünket, ténylegesen ez igen, de utána lett folytatása ennek a dolognak. Tehát az első kérdésem, mint szakmai kérdés, itt a színházi nevelés nagy képviselőivel következőt szeretném kérdezni. Lehet-e ennyiszer konvenciót váltani egy előadásban, mint amit ti ezt megtettétek? Lehet-e egyik fikcióból, én most ezt a szót használom, ilyen könnyedén átsétálni a másikban, úgy, hogy a kaput nem nyitjátok meg, az átsétálásnak a lehetőségét nem, vagy legalábbis én ezt nem érzékelem. Ugye kezdődött egy életképpen életjátékkal, minek nevezünk valóságos problémákkal. Még az is rendben, hogy kinyitottad a dolgot, és tulajdonképpen ebben a nehéz helyzetben tőlünk
kértő segítséget, hogy most mit is lehet tenni, aki egyébként remek volt az a figura, aki tulajdonképpen megpróbált berendezkedni erre a három napra, és egyre inkább úgy érezte, és nem csak a kutya margosta a rossz érzését, hanem ő magában is megszületett ez a dolog, hogy hát nem így kell pogácsát sütni, hát nem lehet bekapcsolni a sütőt, tehát hogy tulajdonképpen nem csak a elfogadom, mert gyerek vagyok, hanem azokat az evidenciáikat is kezdtem megkérdőjelezni, amire a családi élete vagy mindenre ráépült, és valóban elhittem, hogy kétségbeesésében tulajdonképpen tőlük kér segítséget, vagy a gyerekektől. Bár nagyon bátortalanul nyilatkoztak meg, és biztos, hogy ez a közegből, hogy ennyien figyeltek meg, szinte egy nézőtérnyi néző volt itt, tőlük. De utána ugye átmentünk egy kalandjátékba, ugye az erdei kalandjátékban, nem voltam ott, de azt hallottam a munkatársamtól, hogy remekül csináltad ott is ezt a felkészülést, amikor ez a csapat belemegy. Utána átsétáltunk, tehát szünet volt, nem érkeztünk máshova, átsétáltunk a Jancsi és Juliska meséjébe, és tényleg egy boszorkány mesébe, egy boszorkány történet, ahol boszorkány varázslatok történnek. És nem tudom, hogy mikor érkeztünk át a valóságból, amiben valóságos, reális törvények vannak, és a boszorkányság az csak mint gyűlöletes felnőtt tulajdonság jelenik meg. Mikor érkeztünk át oda, ahol varázslatok történnek, és tulajdonképpen a gonoszság, mint ártó erő jelenik meg. Mert ez egy teljesen más konvenció volt, egy teljesen más fikció, egy teljesen más koordinátorrendszer, egy teljesen más univerzum. Tehát, hogy lehet-e ott lenni onnan, ahova elérkeztünk, és amit én hallottam, hogy végigkövették a gyerekek az utat, nem azt az utat követték végig, hanem azt, hogy hogyan tudnak annak a csapatnak a tagjai válni. Tehát, hogy az is teljesen rendben van, hogyha mesével játszottok velük, vagy az is teljesen rendben van, hogyha tulajdonképpen egyszer a valóság átváltozik rémálommá, vagy mesévé, és tulajdonképpen hőzöngött is bennem a kérdés, hogy miért nem a Sárosdi Lilla játssza ezt a boszorkányt, mert akkor rögtön meg lett volna az, hogy lehet, hogy gyerekek, amit látok, ez nem is csak nem is a valóság, hanem a Bori Viktornak, vagy a Petinek, vagy hogy hívták, Tibinek a rémálma, és így tovább. Igen, de az én lányom például úgy kötötte össze, hogy ugyanúgy hívták azt a barátnőt, akivel telefonon beszélgetett, mint akinek te neveztél. Nagyon sok különképpen szokták össze. Igen, de nem ez a lényeg, hanem hogy más a törvények, más a viselkedésmódok benne, más a kérdés. Meg kell ölni, ez a mese alapképpen. Nem oldja meg azt a problémát. És közben olyan súlyos dolgok születnek, amelyek biztos, hogy ebből a helyzetből következnek, amit benne van. Tehát, hogy nem hiszem, hogy te... Nem hiszem, hogy te komolyan ezt akarod üzenni a gyerekeknek, hogy a gonoszság ott van bennetek, ott fog bennetek tovább élni. Tehát, hogy lehet-e meghallani egy gyereknek, és lehet-e ezzel haza menni, mert akkor tényleg szét kell téged trancsírozni, és ezt, hogy ez elhangzott a szádon, ezt úgy el kell tüntetni, mint és ezt nem, szóval ezt szerintem nem lehet felnőtt szemmel hallgatni, és utána csak hogy befejezem, és utána szerintem van egy nagyon súlyos probléma végén, ami egyszerűen rossz konvenciót választottatok, vagy mi formát, minek lehetne ezt nevezni. Tehát, hogy mi a szünetben, vagy előtte meggyőzöttünk róla, hogy a Lilla mozdíthatatlan, és bárki bármit mond neki, tehát megvan, és természetesen létezik ez az ember, nem hogy embercsoport létezik, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy más... Többség. Tehát többség, igen. Erről szólt egyébként az előadás, hogy az erdőben az van, amit én akarok, mert én akarom. De hogy a gyerekeket nem lehet kiültetni vele szemben, mert nem egy súlycsoportban vannak. Nem lehet legyőzni se boszorkányként, nem lehet legyőzni, sem szülőként nem lehet legyőzni. Tehát itt azt a konvenciót
kompetenciót kellett volna használni, hogy a gyerekektől összegyűjteni a érveket, és neked, mint mamának, vagy valaki, akinek esélye van arra, hogy legyőzze ezt a nénit, akivel egyébként minden nap együtt kell élnünk, ezt is súlykoltátok bele, mint egy rémán a közönségben. Tehát ezt sem hittem, hogy most ez az előadásnak az üzenete, hogy tehát ilyen hihetetlen démonikus vörös lépény történet lett az egészben, hogy itt él a gonoszság körülöttünk, és itt kerül minden nap, és hogy még a hívbe is együtt kell vele utazni. Egy mondatot, ami a monológ elején, amit mondott az Isten, ahhoz csatlakozik, és amit a végén. A korosztály, amiből te is indítottál, hogy ez egy új korosztály nektek. Tehát azt mondod, hogy például a gyerekek azért nem nyilvánultak meg, mert mi ott voltunk. Ez nem igaz. A 8 éveseknek nincs, tehát egy kamasznál ez előfordul, hogy nem nyilvánul meg, mert idegenek előtt nem beszél. Ezek a pici gyerekek baromira szeretnek volna beszélni, csak nem tartanak verbalitásban azon a szinten, hogy ezeket a fogalmakat meg tudják fogalmazni. Gyönyörű volt, hogy a szüleiktől kaptak föl szavakat, és adták tovább. Hát itt családok összedolgoztak, mert egyszerűen ez nem az a korosztály, ami verbalitásban azt a szintet tudja, ahogy ti a kamaszokkal kommunikáltok. És valóban a két gyerek, aki baromi lelkesen fölment, mert az igazukat tudta, nem tudta verbalitásban, nemhogy a villával fölvenni a kapcsolatot, hanem lehetett látni, hogy összemennek, szoronganak. Tehát egyszerűen elveszett a muníciójuk, nem volt muníciójuk ahhoz, nemhogy a lillával összemérjék a igazságukat. A nézőtéren mindegyik biztos volt valami, hogy én akarok az apa lenni, és oda mentek, és az addig bátor és kitűnően vezetett, gyönyörűen játszó gyerekek, összementek, és iszonyatosan így leállottak, és úgy, mint egy felcserek mentek, és kimentek a fényből, és megint az igazokat érezték, ott elveszítették, sanszuk nem volt. És itt egy alap problémája a problém, az, hogy a 8 éves gyerekekkel, miközben az együttjátékban teljesen a korosztály zseniálisan csinálod, nem lehet azt a verbális teljesítményt elvárni, mint a kamaszoktól, nem lehet velük ugyanúgy eljátszani egy helyzetet, és az a lillával való jelenetben ott effektíve az a határeset, amikor egy gyerek sérülhet egy ilyen helyzettől. És ez szerintem, és az elején, amikor azt mondod, hogy ők szemérmességből nem beszélnek, nem volt semmi szemérmesség, mert ők nem tartanak ott verbalitásban, hogy ezt a fajta fogalmi játékot, amit egy kamasztól el lehet várni, vissza tudnak előadásba adni. Bocsánat, csak egy kérdés, hogy ugyanazzal a frusztrációtűréssel kerülnek szembe, amivel a valódi életben is szembe kerülnek egy hasonló helyzetben. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a valódi életben a gyerekeknek ritkán van olyan szerepük, hogy a felnőtteket megítéljék. Tehát otthon megbeszélik a szomszédnéni, de hogy ő kimenjen és azt mondja a szomszédnéninek, hogy mától kezdve pedig maga ezt meg ezt, ez teljesen kizár. Hiszen ez a színházi helyzet, ez nem egy valódi helyzet, itt a gyerekeket fölértékeljük, és egy olyan helyzetbe hozzuk, hogy ezt az állásfoglalást, amit te most fölvesz, megfogalmazhassa. A valódi életben ez a döntés nem az övé. De egyébként a színházi helyzet fordítva volt, a hatalmi és az erőviszonyok fordítva vannak. A szülők megbízást adtak, kvázi szolgálatba fogadták, és kvázi számon kérik, hogy teljesítették ezt a szolgálatot. A kvázi a megbízást rábízták a szemük fényét, teljesítette vagy tönkretette a gyereküket ebben a dologban, és arra nem született meg az esély, hogy ez az igazság megszület, hogy itt valami elrobbott. Csak egy elrobbott, hogy rávások, bocsánat, mert én is egy turista vagyok, tehát néztem ezt az egészet. Én azt gondolom, István, hogy mindaz, amit felsoroltál, ezek pont az erényeit dicsérték az előadásnak. Tehát azok a bizonyos váltások, amiket te számon kérsz, azok pont azok a léptékbeli különbségeket jelentettél nekem számomra, amit a gyerek ezekben a folyamatokban a feldolgozás szintjén megírt. Valóban a legutolsó jelenetben, amikor verbális feladat elé állították a gyerekeket, az valóban nehéz volt. Például az erdő jelenet, a maga boszorkány jelenet, ez tök fogható volt. De ezt mondtam én is, ugyanezt mondtam. Akkor elmondom csak a válaszaimat arra, hogy miért zasztottunk emelet. Az első évben, ahogy az István is mondta, egy valóságos történet zajlik, ahol egy 8 éves gyerek kiszolgáltatott helyzetbe kerül egy felnőtt szemben. Azt gondoljuk, hogy ennek a 8 éves gyereknek
valószínűleg nincs túl sok lehetősége arra, hogy szembeszálljon ezzel a felnőttel, mert annyira kiszolgáltatott ebben az életkorban még a felnőttek felé. És akkor, amikor bekerül a mesévilágba, az erdőbe, és ez persze, ez egyébként megkérdőjelezhető, mert erről lehetett vitatkozni, hogy elég-e az, hogy bekerülünk egy sűrű, sötét erdőbe, és ugye amíg a térben, az első térben egy nagyon reális konyhában vagyunk, addig hátul egy teljesen üres térben vagyunk, ami igenis a kényszeretre, és akár lehet igenis a Tibikének az álma, vagy elgondolása, pontosan az, ahol el lehet pusztítani a boszorkányt. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez most mentegetőzésnek fog tűnni, de a valódi változatban a boszorkány tényleg elpusztul, és a muszinázban egy rohadt nagy fekete függöny rámizik a boszorkányra, és tényleg eltűnik és elpusztul. És ez egy rohadt fia döntés volt a részünkről, hogy én ott ki is voltam az ajtón, a Süsü biztosan hagyta volna ezt, ha itt van, itt egy kényszer helyzet volt, kísérleteztünk vele, hogy majd ott hátra esek, hogy leesek a gödörbe, és biztos, hogy sokkal jobb lett volna még a több béna is, mint az, hogy kimentem, mert én is azt gondolom, hogy a mesei szinten a banának el kell pusztulnia, mert a gonosznak pusztulnia kell. És ez nagyon fontos. És amikor visszajövünk a valóságba, akkor pedig nyilván az nagyon fontos, amit mondtál, hogy nem a Tibike tesz igazságot, hanem a szülők. Mert a 8 éves gyereknek továbbra sincs lehetősége arra, hogy a valóságban igazságot tegyen. És a formáról meg azt gondolom, hogy ez ma szerintem is nagyon szarul között ez a mai forma. Mi mindig arra szoktunk törekedni, hogy nagyon tudatosan a két olyan gyereket válaszunk ki, akik már hátul a hátsó játékban, láttuk rajtuk, hogy borzasztóan erősek verbálisan, akik a legerőteljesebbek. Ez nem mindig sikerül kiválasztani. Ma egyébként is nagyon sok gyerek volt, nem tudom, tehát hogy ez van egy sikerül. Ez egy nagyon aktívak voltak. Igen, de ez most tényleg bénítólag hatott rá. Nagyon sokszor volt, hogy nem hatott rá bénítólag a gyerekekre. És amikor kifordítjuk, és az összes gyerek anyává és apává válik, akkor a legtöbb esetben, és ezt most tényleg magyarázom a bizonyítványon, mert most az szokott lenni, hogy zúdulnak a rózsanénire azok a dolgok, hogy de, és miért te megettele, és a kutya, és a nem tudom, és ott áll a rózsanéni a szülők keresztüzébe. És ez nagyon fontos, és abban egyetértek az Istvánnal maximálisan, hogyha itt nem történik meg az igazságtétel Rózsa nénin, az nagyon nagy baj. Mert igenis a gyereknek, és a mi célunk az, hogy megtörténjen az igazságtétel itt is. Nyilván más szinten nem elpusztítjuk, mint a kanyát, és igenis azt gondolom, hogy az, hogy a Rózsa nénivel, az egy nagyon szándékos mondat, hogy a Rózsa nénivel találkozni kell a folyosón, mert őt nem lehet elpusztítani, a kanyát viszont el lehet. És még egy mondatot befejezem, hogy azt mondta erre nekünk egy szülő, amikor hogy volt, hogy ő neki az volt a gondolata, hogy ő is rengetegszer viselkedik úgy a gyerekével, mint Rózsa néni, és a gyereke hányszor elképzeli azt, hogy úgy pusztítaná el őt legszívesebben, mint a panyán. És, bocsánat, ez nagyon jó, amit mondtál a végén, csak három apróság. Nekem ez az erdei dologban azért nem volt gondom a stílusváltással, mert a gyerekeknek se volt. Teljesen tiszták voltak a játékszabályok. Itt egy másik játékszabályrendszerbe mentek, amit azonnal értettek, azonnal olvastak, azonnal együtt játszottak. Tehát nekem ez a fajta, hogy ott volt egy majdnem realista stílus. Úgy persze beszélt a kutya, meg volt az egy gond, de a konyha az egy konyha volt, telefon az telefon. De beszélt a kutya, aztán néha kiment, és megnyílt a harmadik fa, vagy a negyedik fa, aztán bezárodott, de teljesen tiszta volt az a stílus a gyerekeknek. Nem, nagyon fontos az, hogy amiről te beszélsz, arról például van egy modern Hóférke történet, ahol pont azt játsszák el, itt a németek mutatták be két évvel ezelőtt, aztán mi is játszottuk, hogy az anya
néha úgy viselkedik, mint egy boszorkány, és akkor utána ő maga, magát is vizsgálja, hogy miért voltam ilyen hiszt, és miért tettem össze a gyerek jelmezét, mikor 25-ször hallotta át velem éjszaka, és miért viselkedtem úgy, mint egy boszorkány. Tehát ez egy nagyon reális, és egy anya-gyerek viszonyában nagyon gyakran fölmerülő kérdés. De van egy alapkérdés, amire ez az egész darab készül, és most végre meg tudok egy mondatot mondani, hogy mi a gondom ezzel. A Susan Austen, aki hát véres előfutára mindennek, ami modern és gyerekszínház és tabu döntögető és mindenről lehet beszélni, az következőt írta elméletileg. Létezhet-e emancipációja a gyerekeknek? Mert ugye a nőknek létezhet, hát ahol elnyomják a nőket, lehetnek egyenjogúak. Ahol elnyomják a feketéket, elérhető, hogy a feketék egyenjogúak legyenek. Ahol elnyomják a cigányokat, elérhető, hogy a társadalmi fejlődés egy bizonyos ponttán egyenlőek legyenek. De a gyerek sose lehet egyenlő. Ő mindig ki lesz szolgáltatva a felnőttnek, akár a szülőnek, akár a babysitternek, akire rábízzák. Tehát miközben mindnyáján a gyerekeknek az emberi viselkedésére és az ember száma vele, de nem követelhetjük meg egy 8 évestől, hogy a felnőttek életéről és sorsáról döntsön, miközben a tömegesen lelkileg pontosan érzik, hogy a gyerekkel mellett állnak, de a helyzetbe verbalizálva nem vehetik át a hatalmat, és a felkérdezése a darabnak, ami ebbe az irányba irányul, az hamis. Ezt nem teljesen értettem, amit mondtad, de mondok erre valamit hátra, akkor kiderül. Én azt gondolom, hogy igen, a valóságban nem létezik a 8 éves emancipációra, van az értem, hogy mindenképpen kiszolgáltatott lesz. De közben azt gondolom, hogy pontosan a színházban, és pontosan a mesében, ott pedig létezik. És én azt gondolom, hogy mi azt akartuk, nem akartuk azt a hamis képet mutatni a gyereknek, hogy egy 8 éves gyerek legyőzheti a felnőttek világ, mert nem győzheti le, mert ahhoz fel kell nőni. Hosszú, hogy nem legyőzheti a végén gyereket kiütetni. Nem győzheti le, de ott ők felnőttet játszanak. Ők felnőttet játszanak, és amikor az egész osztály egyörgyűtően legyőzheti a Rózsa néni, akkor mi úgy gondoljuk? Ja, bocsánjuk. Hallgassuk meg a gondot is. Nekem most elmen, mert... Jó, akkor én is szeretnék mondani. Én is láttam ma, és láttam már korábban, nyilván nehéz, mert arról tudni beszélni, mi ma volt, de ez ugyanaz a kérdés, hogy a gyerek most miért blokkolt le, meg miért írta azt, csak azt akartam mondani, hogy számomra a legérdekesebb az egészben az ez az utolsó játék. Tehát az erdei játéknál sokkal izgalmasabb az, ez a többszörös perspektívaváltás, vagy nem tudom, tehát hogy ahova ők eljutnak. Tehát az, hogy ő gyerek, akit eljátszik egy felnőttet, és közben lehetősége van arra, hogy nyilván megfogalmazza azt, amilyen elvárásai ő neki gyerekként vannak egy felnőtt felé, vagy vágyai, vagy problémái, tehát ez a többszörös áttétel. Én ezt éreztem a legizgalmasabbnak az egészben, amikor először láttam. De miért nem jó az, hogy Istvánnak benneteket, és tehát hogy hiányzik ebből egy nő, akit el lehetne fogadni ebből az egész előadásból, akivel azonosulni lehetne, aki szimpatikus lehetne ebből a női hibátlan. És az annyira örülök, hogy mikor itt fent volt és a felnőttek nem tették fel azt az egyszerű kérdést, én is itt voltam, és én sem tettem fel, tehát nem. Aztán persze, hát mi a kurva életben telefonált, és nem figyelt oda a gyerekre? Miért nem figyelt oda a gyerekre? Miért nem figyelt oda a gyerekre? Na most, én szerintem... De szerintem... Ez egy rendezői probléma szerintem, hogy ebben a figurában egy rés, egy hasadás nincs, ahova be lehetne hatolni, ami esélyt adna arra, hogy az igazságát, ami nem igazság, az esetlenek. Tehát, hogy nem lehet ennyire zárt ez a figura, nem lehet, tehát nem támadhatatlan. Igen, nem lehet. De az is mulatságos volt a felnőtt játékban, ha arra mondjatok, hogy tehát itt szőröslődő 50 darab ember ezt a szerencsétlen asszony baszogatta. A teljes figurában. Igen. Teljes figurában. Én látom, hogy egy gyereket, és magam én nem csináltam. Egyszerűen nevetséggel. Én azért mondtam aztán annak a szerencsétlen édes színésznő asszonynak, hogy ha valami problémára megyek utána, szívesen segítek a Péter őkben. Egyszerűen olyan erkölcsi fölényt érzett itt hirtelen mindenki, hogy ez gyönyörűség a színházában. Nem csak gyerekekre vonatkozik a tehát itt a felnőttek megölték a boszorkányt, ugyanúgy, ahogy a gyerekek megölték a boszorkányt az erdőben.
Egyébként még egy mondatot, ha megengedtek, a ti elvi felvetésetekkel tökéletesen egyetértve, tehát a második résznél és harmadik rész bizonyos kérdéseinek, kétségességével egyetértek, ugyanakkor mélyen a mérces igazságát szeretném hangsúlyozni. Tehát az, ahogy ti a gyerekekkel bántatok ebben az előadásban, az halálosan megható volt, vagy hogy mondjam, nem akarom ismételni a mérce szavait, tehát egy ilyen újjászületés történt. Tehát amikor te azt mondod annak a kisfiúnak, hogy miért akarsz engem megmenteni, még azt sem tudod, hogy ki vagyunk, és 23 gyereknek mi az, hogy kiesik az életéből, és Horváth Péter is, tudod? Hát annál őszintén igazabb szebb, és tud ilyen pillanatot megmenteni. Abszolút ezen gondolatod is változott. De Sándor elkismerjük. Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy ezen gondolkodni fogunk. Mert most elkezdtem sem gondolkodni ezen, hogy mi játsszuk el a szülőket. De igazából az a mondat, hogy győzött meg egy pillanatra, hogy ez, hogy nincs senki, akivel igazán azonosulhatnám, aki pozitív nem tudna. Amit a János vettek fel, ez lehet, hogy egyszerűen technikai dolog is nem fesztivál. Lehet, hogy ha valaki felé kellett volna váltani a gyerekekkel, vagy eleve nem kiültetni két gyereket egy fesztivál változatban, de ez utólagos az ember. De nem a fesztivál nyomasztotta őket, a Lilla? Nem tudtak a Lilla-ról. Lehet, hogy Lilla is csak akkor, hogy is ugyanaz a végén, hogyha hamarabb kifordítom, és menjünk tovább, menjünk tovább. Egy egész nézőtérrel beszélget, ez egy eleve egy másik helyzet. És már nem annyira jön az a Lilla-ról. Persze. Bocsánat, én csak annyit tudom, hogy azt fogalmazok a gyerekszülő szerepben, hogy mit vár el. Hogy hogyan viselkedjenek. Kinek szolgáltatjuk magát? Egy felnőtt. És ezt egy felnőtt szerepkörbe tudja csak elmondani ebben a pillanatban. És lehet, hogy abban a helyzetben a szülő nem győz Rózsa néni felett, vagy legalábbis nagyon nehezen. Mert az életben is valószínűleg nagyon nehezen. De közben azt fogalmazzák meg, hogy ők gyerekként mit szeretnének, hogy hogyan. Igen, de most a következő, gondoljátok végig, miközben a Laci most elmondta, hogy mit, de közben amikor itt viselkedett a Lillával szemben, akkor ennek a konvenciónak a bizonytalanságaiban kérdezett rá. Azt kérdezte, hogy hogy lehet olyan három napot csinálni, amikor a szülő nem lehet magában. Ez a helyzet, és a megtisztelődés. Hát igen, hogy mi az a szituáció, amiben benne vagyunk, és ebben az is beletartozik, hogy soha nem hangzik el, és ezt meg én kérdeztem, hogy mit várnak el a szülők? Tehát, hogy itt bizonyos kérdések nincsenek tisztázva, hogy mit lehet csinálni ebben a három napban. Jó, de bocsánat, mi azt a helyzetet tettük fel, ezzel lehet tudok mondani, hogy ilyen nem létezik. Nem mondta végig a Lilla, hogy úgy volt, hogy a nagymama vigyázta, és az utolsó pillanatban kellett, és azt gondoljuk, hogy igenis én már egy, nyilván a két éves, mondom, fél éves gyerekemet nem, de a 8 éves gyerekemet hagytam már ide, hogy nem közöltem egy ilyen listát, hogy mit kell a gyerekkel csinálni, hanem abban bíztam, hogy tehát, hogy mi az a napi rend, amit az a gyerek követ, hogy mi a szokás, vagy ami az ő ismer. Hát a beszélnékkel féktelenül ki van tolva, és alázattal, kedvességgel és harmóniával ülnek itt, is lassan már egy ilyen alfa állapotban, tehát tulajdonképpen most már bármit mondhatunk. Nagyon jól esett, hogy úgy éreztük, hogy Persze. Hüvelyik mondjuk. Akkor kérdezz. Hát, hogy vagy? Mutatva a számot, az... A hüvelyik most is várja. Egy ifjú rendező, a Mészkáló Bolozsás, ide a kívánom. Jó esélyt!
és ő ezt beszerzem. Ott csíkos van. Ja. Ez egy ismerőadás, de a kapcsolatok transzfinansz gyermekes egyébként a dramaturgus Sülőkénye Unda. És a művészek és a színészeket állítanak, hogy Márkszár Benkerdige, Tamás és Jakab Ádám. Ők a szállítás. Szerepeltek. Szóval egy nagyon friss esemény van, amit ilyen nagy szeretettel készítettünk. Akkor még a praktikus, hogy szanyadik előadás, tehát ez 50-es körük. És hogy van egy behatározott korosztály, akinek ajánljátok, vagy ez mindenkinek játszható? Hát a mi közösségünk a kisiskolás gyerekek. Akik a bérleteseik, ez a bérletünk, a novemberben mutatjuk az. Ez is praktikus kérdés, hogy hogyan ez most itt a rendező rendelte a szöveget, és ő hagyta jóvá, vagy a színház igazgatója, ő rendelte a szöveget, és kérdezte a rendezőt. Hát mert ugye itt egy szintén, hogy hangzott fel? Tehát, hogy itt egy önálló darabról van szó, amit láttunk, és egy nagyon sajátos vizuális világról, amit megjelent, tehát hogy mennyi volt a névfőrendezőre bízva, vagy... Tehát, hogy, mert ez egy megint sajátos világ, amit teremtődött ebben a... Az névfőrendező nagy szabadságot kapott ebben, hogy ő azzal dolgozzon, aki szeretne. Először kialakult egy leírt forgatókönyv olyan, amiben még szövegszinten nem volt, csak főleg a nagy játékok, és akkor elhatározott, hogy a verseskolát, tehát ő is próbálkozott, és hogy hát az egyetemen, akivel építették ezt a történetet, ebben a verseskolának. És ő mondaná valamit arra, hogy miért ezt a világot, vagy ezt a formát, vagy ezt a... Mondhatok. Elsősorban ugye Üveik Matyi, mint téma, az, hogy van egy fizikailag korlátolt, vagy egy torz, vagy egy csökevényes figura, és neki kell érvényesülnie, ráadásul segíteni a szüleit. Tehát egy tökéletesen felnőtt és önálló életet kell elkezdenie és élnie, és megismerkednie a nagyvárossal. Ennek a figurának a, hogy mondjam, történetét próbáltam kitalálni. Igazából megnéztem a Grimm mesét is, az eredeti Grimm mesét, és néztem magyar népmese változatokat és egyéb népmese változatokat. És ezeknek a motivumait próbáltam összetenni. Tehát ez nem az eredeti mesének az egy-az-egybe átültetése, hanem a Üveik Matyi mesekincsnek tulajdonképpen a fontosabb elemeinek az összeválogatása és egy történetbe való beleépítése. Mi lehet, hogy ez egy gangster történet, ilyen szülőket zsaroló, mafiózó vagy? Amerikai, meg kicsit megjelent a... Abszolút Amerika és abszolút a... Mafia. A design vagy a külön is az Art Deco-t, illetve ezt a világot mutatja, illetve a felnőtt arculóknak a világát próbálja valahogy stilizáltan megjeleníteni. Azért pont ez a világ, mert azt érzem, vagy azt éreztem, hogy a várossal való találkozás egy ilyen történetben a legerősebb talán. Tehát az, hogy milyen egy nagyváros, milyen egy kis faluból, vagy akár az erdő széléről elindulva találkozni egy ilyen szörnyeteggel, egy ilyen metropolisszal. És ennek a metropolisznak a figuráival, vagy azzal, hogy milyenek az utcák, vagy egyáltalán mit érezhet ott egy kisgyerek, és mennyire fenyeget és elveszve érezheti ott magát. Működött, és nagyon szerették is. Szerintem. Ne, tessék. Nektek kell.
Pár János még nem beszélt, ma nagyon sokat nincs jobban. Hát, nagyon büdeles volt, de tényleg lesz, hogy tényleg meg... Kedves ember, hát ez nem is egy kicsit ilyen fesztivál zombinak érzem valamit, ez hogy picit így beszéljük erről. A francia előadásban ott azt éreztem, hogy ezek a átmeneti állapotok, ami mondjuk egy skizofén világban világát jeleníti meg egy embernek, egy történetet rához, és akkor ez a test mint báb, testrészbábok, a maszknak az érdekes viszonylata jól foglalkozik, nagyon izgalmasan, a virtuózikusban, ezek az átmenetek azok minden van megsorolnál, bocsánat, ezt mondtam, ez egy komoly színház volt, ez mindig lelassítja ezeket a meneteket. Nagyot fogott, nagyon komoly végiggondoltság, és mind a vizualitásában, mind a színész vezetésben. Tehát akik mozgásra foglalkoznak, azok tudják ezeket. És nem csak mint mozgásszínház érdekes, a Skippinek van ez a nagyon sok tanulmány erről a maszkról, ugyan, ez jutott az eszembe, hogy csak ő még izgalmasabb számomra, bocsánat, ez nagyon lelkes volt, csak ő még érdekesebben megy ebben a dologban. Még a franciáról beszélsz. Igen, franciáról beszélsz. Bocsánat, hogy egy kettőt összehasonlítom, de talán megértette a végén, hogy miért teszem ezt. És a figyelmet ellenáll, ugye, bocsánat, hogy megint hivatkozom valamire, amit nincs, nem volt látható a fesztiválon. Láttam neki egy másik rendezését is, ami a Vasakas Pászínházban van, a Lancsis is történet. Ő azt csinálja, hogy ez miből fakad, valószínűleg jó kis csapat van ott, akik egymást stimulálják, de ez nem indokolja azt, hogy milyen biztonsággal fog meg egy kisebb szerepet. A francia ez egy nagyon-nagyon univerzumot fogod meg, és nagyon sok délutat is vezetett volna, ott van egy nagy szakmai tudás. Itt egy pályakezdő srác elkezdett egy nagyon pontos koordináta rendszert, nagyon végigmondott, nagyon tiszta, nagyon egyszerűen végül is oda tette ezt a bábos világot, ami egy ilyen fekete színház, tehát nem csak a díszletnek a fekete fehér állása és a figurákat, tehát a színek azok, nem mondom, annyira pontosak voltak, hogy kicsit ilyen századelő német filmének a dramaturgiája jött nekem néha elő, tehát nagyon lecsupaszított, nagyon tiszta, egyszerű és érthető dolog, és eszébe jutott valami a történetről. Tehát, mint a Jancsi és Juliskán, mint itt is ezt éreztem, hogy baromi friss volt, hogy nézd már, hogy ez a gyerek, ez itt megkapott egy nagy mesét, mint ebben beszéltünk, és eszébe jutott valami. És izgalmasan oda varázsoltak. A nagy erény az előadásnak, hogy ez a tiszta, egyszerű világ, ez a díszletek változása, és ehhez képest a bármi megjelenése, és a színészeknek a viszonyulása ehhez, ez nagyon pontosan le van fektetve. A színészek bármennyire is, bocsánatot kérek, hogy talán nem annyira rutinosak, mint mondjuk a Hannus Zolja van a maga világában, bár a szélvás nem annyira pontos van végig vezetve, mint mondjuk a TV-nél. A színész vezetés, meg a jelenleti bontás érzésem szerint nagyon biztonságosan tudnak mozogni. Nincsenek magukra hagyva, nincsenek elengedve, pontosan működtetik a jeleneteket, élvezhető színházi formát, tiszta formát hoznak. Számomra nagyon meglepő, hogy egy fiatal srác, hogy tud ilyen rendezőről beszélek, hogy a maga biztonsággal kezelni egy műfajt. És egy tiszta formát, egy tiszta jelenet. És abban a műfajokat milyen pontosan használja. Én
és a Jancsis Jó Iskolás meg egy külön, még érdekesebb dolgok is vannak abban, de most arról nem beszélek. Szóval én nagy örömmel számomra, hogy van egy ilyen srác, aki így bánik ezzel az bár szint, és nagyon jó lenne, hogyha ilyen srácok és ők a zeneszerzője, meg a képzelőkészel képek. Hogy azok mit haladnának, amit mondtam lehet. És ha jöjjenek ezek az impulzusok, jöjjenek ezek az alkotások, úgyhogy nem mondjuk. Társadalmat is gyönyörűen dolgozott, tehát tisztán és pontosan. Miközben én maximálisan egyetértek veled, és hogy ezt a... Tehát, hogy itt van egy saját világ, ami itt látható. Tehát, ami megjelenik a vizualitásban, vagy megjelenik a báb koncepcióban, hogy mondjuk a gyerekek azok bábok, a felnőttek azok meg csak egy-egy nagy arcot jelentenek meg, és ahogyan ezeket a dolgozókat a maguk kockáival, gondolaival használják és felépítik, és közben a zene is, stb. De nekem két dolog jutott eszembe, hogy nem uralkodik ezen az előadáson inkább a forma, tehát ez a világnyelv, ami itt föl van rakva, és mondjuk, szóval, hogy valami még mint a hiányozmányból, ami igazán életre kelti ezt a történetet. Illetve ami az én kérdésem, és ezért kérdeztem én, hogy mi lett ebből egy gangster történet, vagy mafiózó történet, tehát hogy ami bennem mindig egy ilyen tehát hogy én egy dolgot nem szeretek a gyerekkultúrában, amikor ezeket a felnőtt műfajokat megpróbálják valahogy visszavinni gyerekbe, és hogy a rajzfilmekben is megszületnek a kalandtörténetnek, a bűnügyi történetnek, az akció történetnek a változatai, rengeteg ilyen rajzfilm van, ami, és egy picit ezt éreztem benne, hogy ez a nagy város ez így önmagában kevés, mert mégiscsak egy kényszertörténetet látunk a szülők fenyegetésével, meg nem is tudom, hogy micsodával, és ez nem biztos, hogy egy olyan... Bonyolultabb benne, szerintem ez a... Igen, győzd meg! Ezt az adást láttam, nálam is játszották, és más közönséggel történt más szituációkban. És mind a kétszer itt most nagyon fárasztó helyen ültem, tehát nyilvánvalóan, tehát azért hajolni vissza ahhoz az élményhez. A srácok nagyon gyerekek közösségről beszélek, nagyon, tehát a rendező meghagyja azokat a figurákat, amikkel amiről akar beszélni, hogy van egy kicsi fiú, aki valamennyiünk lehetnek, tehát hogy nyomasztó helyzetben van, nem ölelhetek, és ezt nem akar ragozni, nyilvánvaló, amire a üveg majd itt rákép van, hogy már szintén az, és mellé teszi ezt a macskát, mellé teszi a humornak azt a kanyar, nagyon-nagyon rafinált, és nem csak a verbális humorról beszélek, mondom elsősorban, hanem a vizuális humorról, ami a macsák vagy a kislánynak a lánynak öltöztetés, a nagyon agresszivitás, és igazán a kiszolgáltatottság ott jelenik meg számomra. Hát a gangster történet az számomra nem annyi, tehát nekem ezek jöttek le. Amikor a kislány öltözteti folyamatosan, és azok a szituációk, amikben vannak, kicsit hátulők, bocsánat, az számomra pontosan jelzik ennek a történetnek a lényegét. És a gyerekek mennek a macska megölődje ezt a helyzetet, és még a kislányra is. De szerintem, hogy ez egy elég érdekes lenne, és nagyon végig gondoltam. Igen, a forma, az, hogy tiszta a forma, hogy én azt éreztem, hogy mentek a gyerekek a dologgal együtt.
Tehát, és a másik dolog, csak így korrigálnának, hogy nem csak fejek voltak a felnőttek, hanem a kesztyűk és azoknak a kombináció is. És az nagyon szépen következetesen végig volt vive, és annak többféle szekvenciája volt, amikor a kesztyű ment, a feje volt, amikor összekapaszkodta, és ezeket nagyon pontosan, jól olvasatom, tisztán csinálták. Igen. Nagy csapda, amikor valaki ezt nem jól használja. Igen. Ha ez nem pontos és nem nincs végig gondolva, tehát nem a színész, hogy csinálja meg, ha ez nincs végig gondolva, és itt végig, nem lehet menni. És itt pontosra végig. És én ezt nem tudom, hát beszél más is, de én nem éreztem tévedést. Bizonyos helyzetekben picit kívült, vagy a fesztivál hangulat kicsit rájött. Csak a kávét szűtök ki a... De amikor nálam játszottak, akkor például van egy legalább olyan srác, mint a Kelevennek a kisfia, és törzsdámban vannak, folyamatosan ott van az előadásokon, és folyamán nagyon jól. Művek Matyit megnéztek, milyen volt. Hát, nem olyan volt, mint amit én ismerek. És volt, hát igen, ez kicsit más volt, igaz? De nem baj. Én tetszem. Ne, János, itt van arról van szó, hogy ugye itt egy más helyzetben vagyok, mert a Attilát négyére együtt dolgozunk, és van még négy osztálytársam. Egyszerűen én, amit te most elégítünk, elégít máshogy gondolja. Csillan mindent. Tehát az Attilán elég konzervesen ment végére, mint az osztálytársai is. És több igen, hogy ő, tehát ezt a, tehát már, az egész mesélet már másra. És számukra azt nézve, hogy János üli kirencivel. És még ma befejezem. De fontos, amit mondasz. Hát csak annyit, hogy érted, amit megkérdeztél, igen, ők ezt a gengszertőknek kezdve állandóan valamilyen formában mai életünkhöz történik. Tehát abba hagy, tehát nem az a fajta világ, amiben mi a hát erről majd akkor vitatkozunk személyesen. Az én is oda szólnék, hogy elsősorban azért gangster történet, hogy azért krimi, mert abban indultam ki, hogy ugyebár ez viszonylag időszülők késői gyereke, Hüvely Matyi minden népmese szerint, vagy minden népmese változott szerint. És abban gondoltam bele, hogy egy hasonló családot, vagy egy hasonló karakterű élethelyzetet ma például mi fenyegetett a leginkább. Ezért mondja az Zsora azt, hogy sokban tartják a családokat pénzügyileg, és innen jött ez a krimi szál tulajdonképpen, és én abban viszont, hogy ez a gyerekeknek még egy olyan dolog, amivel például a mesecsatornákon, meg minden egyébként, hogy mondjam, könnyebb, vagy trash műfajban találkoznak, ez ismerő számukra, és ez a történetvezetés, ez toposzok, akár szerintjük, akár nem. Én vagy négy év között, tehát ez nem tudok egyébként. Mivel nem bizonyított négy év. Nem csak az, ne haragudj, de négy évet, bocsánat, tovább hívja vagyok. Négy éves gyerekek ültek körülbelül előttem és mellettem és mögöttem is, és sokkal jobban szórakoztak, mint a 8 évesek. Megmondom miért. Azért, mert több sík volt előadás, és azon a síkon, amelyen mondjuk egy három, meg három talán nem, de 4-5 éves gyerek fogja, van egy olyan nem is keskeny sík, elég vastag sík, és ez például az, hogy hogy kezelik a bábokat, mit csinál a bábokkal, mit jelent a báb, és azt fogják a 4 éves gyerekek. Ugye a későbbi dolgokat, az idősebbet pedig tényleg igaz, és ne haragudj, de nem akarod megérteni. És olyan dologgal vitatkozol, ami egy nagyon reakciós és felekes dolog, és ez pontosan az, amit az Attila most már másodszor elmondott. Ez az, hogy egy olyan kicsi gyereknek, vagy egy gyereknek, aki bekerül faluról, vidékről, teljesen mindegy egy nagyvárosba, de egyébként amikor a pályázatot olvastad a NETKI-be, tökéletesen érzetted ennek a pályázatnak a lényegét. Most nem érzed. Azért, mert valóban a nagyváros összefügg egyfajta filmes, amerikanizált, különböző típusú figurától is. Ez a gangster. Nem biztos, hogy ez egy krimi. Az a lényege, hogy bejön egy amerikanizálódott világrendszere. Szabad elszólt egy gondolatot? Tehát itt toposzok vannak, amiket beinfot egy rendező, ami egy formában megsegíti őt. Én azt gondolom, hogy a 4 évesek számára ez a krimi toposz, ez felkérdezhető, hogy kell-e vagy sem.
Ugyanakkor az, amit te alapvetően mondtál, hogy van egy öregedő szülők, akiknek nincs pénzük, és problémával küzdenek, az egy nagyon is átélhető mindenfajta krimi és mindenfajta politikai aktualizálás nélkül, tehát hogy a kisgyereknek kell, a Hüvelyk Matyinak kell cselekedni, mert a szülők alkalmatlanok rá, mert olyan helyzetben vannak. Ezt megmagyarázhatja egy ilyen krimi történet is, de valóban azért az felkérdezhető, hogy tehát nagyon gyakran fordul elő, mondjuk itt nem, de nagyon gyakran előfordul, hogy behívják ezeket a toposzokat azért, hogy jól érezzék magukat a szórakozásra vágyó felnőttek, és a gyerek kimarad belőle, és amit te mondtál, a 4 éves számára ez a krimi történet nem annyira fogható, de jó, de a viszonyok tiszták, amiket ábrázol, a gonosz is egyértelmű, a szegény szülő is egyértelmű, és egyértelmű, hogy ő neki a nagyvárosba kell megküzdeni az igazságért. Tehát itt az egész dolog rendszert képez, és mint ilyen igaz, de attól még fölkérdezhető ez a kérdés, még ebben az előadásban is, hogy vajon ezeket a toposzokat minden korosztálynak érdemes előhozni. Amennyiben az előadás egy konkrét jó rendszert épít belőle, mint ez, akkor erre a kérdésre azt lehet mondani, hogy igen. Másik esetben azt lehet mondani, hogy nem. Sajnos nem lehet visszapörgetni, hogy mit mond az ember és mire, de jó lenne időnként. Tehát én arra reagáltam, amikor az ifjú rendező arról beszél, hogy mindaz, amire a népmese és annak a motivumi adaptálva vannak, ami ez a pénzbehajtás és hasonló, gangster motivum, mafia meg megjelenik, mondta, és nem tudom pontosan idézni a mondatot, hogy ami akár egy mai gyerek számára is ismerős lehet. És akkor ez szerintem egy alapvető probléma, hogy mondjuk egy szülő, vagy egy iskolai közeg, vagy bármilyen kortárs közeg a világból egy 4 éves számára, vagy egy 6 éves számára, vagy egy 8 éves számára mit tesz hozzáférhetővé, vagy esetleg mit a tévével, az összes műsorra, minek teszi kiszolgáltatottjává. Minek teszi kiszolgáltatottjává. Tehát, hogy, és az eredmény van, tehát, hogy most már az abszurdum, mint fokozzam a dolgot, tehát, hogy teljesen érthető és világos, amit mondasz, de én annyival szeretnék vitatkozni inkább Az előadás kapcsán ez a kérdés hogy ebben az adaptálásban, ebben az amerikai adaptálásban mi lehet egy gyerek számára érdekes? Mert valóban egyetértek, hogy a bármozgatás, vagy minden más. Itt ugye több minden elhangzott az, hogy toposz, mert narcisztikus, meg ilyesmi. Én azt gondolom, hogy az ilyesfajta krimi cselekmény, ahol ugye megbeszéltük, hogy a figura az miért, és hogy eleve miért a mesében, miért olyan, és hogy kell neki a végén győznie. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a legegyszerűbb, most teljesen független a mai világtól, legegyszerűbb egy bűnügyi történetben győzni. Tehát ugye ott könnyű, legyőzöm a gonoszt, mert ott nagyon egyértelmű, mint egy tisztességes meséből, ki a jó és ki a gonosz. Tehát ez tulajdonképpen egy tiszta és egyszerű vonala annak, hogy a hüvelykmagy hogyan tud győzni, és hogyan tudjuk azzal bizonyítani, hogy itt nem egy ilyen, nem tudom milyen erkölcsi mélység van 5-6 éveseknek, hanem itt az egyértelmű, hogy ezt jól meg kell verni adott esetben, vagy jól be kell a börtönbe csukni, aztán kész van, és akkor meg van győzve a... Egy könnyelműt, ha megengedtek, 76-ban felkért engem a Móra kiadó igazgató helyettesnője, hogy a Hüvelyk Matyiból húzza ki a keresztelő templom szavakat, mert teljesen fölöslegesek ma már a mesében, valamint azt helyettesítsen egy remek megoldással, amikor szeletelik szegény Matyit a kolbászban. És tulajdonképpen most nagyon bánom, hogy nem vállaltam el, de azt mondtam, hogy ez teljesen méltatlan az egy ifjú író szerepel, olyan jó megvan ez írva, de tulajdonképpen nincs benne se templom, se keresztet, és korlát, se is korlát, és mégis valahol hasonlóan azért a mesének. Mégis jó. Akkor vigyázzon, levet
említetted, csak a zsűri látta, tehát azt gondolom, hogy az egy szakmai beszélgetésnek még lehet egy további témája, de ha ezzel nem sértünk más érdeket, és nem, valami nagyon-nagyon fontos dolog nem szorul még valakiben így plénum előtt, akkor így fejezzük be, és asztal mellett persze hajnalni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Thank you.